it feels so great. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Rádiózás legnagyobb sztárjai Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt, 11 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Feri. Hello, Jani. Hello, Jani. Jani. Jó reggelt. További jó szórakozás, csak beugrottam, mert megyek kontrollra. Igen. Igen, még fertőzöl, de már mész kontrollra. Igen, igen. Ma még vissza kell mennem. Ma még lesz egy tüzetes átvizsgálás a kis testemnek, és hát reméljük, már nem találnak benne semmit. Nem marad semmi szövődmény. Kicsit nem fognak. Picit balheri, mint a nagyobb lenne, mint a jobb, de nem bánjak. Antibiotikum? Kura? Igen, volt egy háromnapos történet. Úgyhogy most visszatápláljuk azokat a nagyon fontos pro meg prebiotikumos akármiket, amikről sokat szoktatok beszélgetni csütörtökönként a Gáborral, és hát volt. Tehát ez volt ugye az utolsó csepp a pohárban, addig megpróbáltuk magunkat a hagyományos módon kúrálgatni, mindenféle teákkal, vitaminokkal. Hát igen, egy idő után már nem segít. És utána mondta a doktor bácsi, hogy, illetve aki egyébként néni, hogy, és egész csinos, hogy jó lenne, hogyha most már, igen, hogyha most már egy picit így elkezdenék elindulni, ugye az antibiotikumok irányába, nem örültem én se neki, mert ugye azért igen, az ott lerombol mindent. Amikor a vírusos fertőzésből bakteriális lesz, azzal már nem tudsz mit csinálni. És tehát mi volt a bajod? Mit mondtak? Figyeljetek, az az érdekes az egészben, hogy ez nem influenza volt, hanem valamilyen rettenetesen durva ilyen bakteriális fertőzés, aha, amit valószínűleg a jánykám az iskolából hozott haza, aztán ahogy lenni szokott gyakorlatilag egy ilyen láncreakció módjára, így felrobbant a családba, a macska kivételével mindenki beteg volt, ő csak azért feküdt a földön időnként, hogy oda menjünk és megsimogassuk azt a dagadt hasát, és egyébként meg mindenki, tényleg mindenki. Azt mondta az infektológusunk, hogy vírusnak indul, csak aztán legyengül az immunrendszered, és a vírus utat nyit a bakteriális fertőzésnek. Tehát, igen, hogy influenzának indul, csak aztán utána már antibiotikumot kell szedni. Mert képzeljük el, hogy az ilyen iszonyatos komoly dráma, ami általában az influenzával szokott járni, tehát hogy ez a nagyon komoly végtagfájdalmak, nagyon magas láz, gyengeség, ebből a gyengeség volt meg. Nagyon magas lázunk nem volt, viszont ilyen hullámokban hőemelkedés, aztán eltűnt. Aztán megint visszajött, aztán megint. Igen, gyakorlatilag most egész gyilkos, nap reggeltől estig így ilyen hullámzás volt, de 38 fölött nem nagyon volt a lázunk, viszont igen, iszonyatos gyengeség volt. Igen, nekünk is nagyon horror. Tehát nem ilyen, pont erről beszéltünk a múlt héten, nem? Hogy valami horror vírus ez, vagy valami horror baktérium. Nem ilyen. Régen átment két nap influenza lázas, után lement, meggyógyultál. Most egy hétig tart, vagy másfél hétig is. Nem tudsz kijönni belőle, nem? Nem, nagyon tehát nincs kiút. És milyen aranyosan mondjátok, hogy lázunk, gyengeségünk. Az nekem nem. Nem, az a baj, hogy ebben az esetben sajnos nálunk mind a hármunk megkapta elég keményen, és lekopogom a dolgot, még a Virág volt az, aki a legjobban bírtam, mondjuk neki is ráment két hete. De nem volt az iszonyat dráma, tudod, ez a Istenem, miért? Hanem az a nagyon nagy vergődés. Igen, csak nem kaptál levegőt, folyamatosan köhögtél, mi külön aludtunk, tehát hogy mondtam is egy idő után Móninak, hogy anya, oké, 20 év ide vagy oda, szeretjük, mert persze, de most már inkább kínálszom a kanapén, jó, mert hogy ő is jelente végig köhögte az estéket, aha, és szerintem így is nagyon nehéz kijönni. Tehát, hogy még így is nagyon nehéz kijönni, nem, hogy úgy, hogy még lehet, hogy kölyög valaki. Ilyenkor ráadásul visszafertőzöd, megint visszakapod, pontosan megint visszaadod. Ja, és a legrosszabb vissza. Az egészben az volt, ugye, hogy senki sehova. Tehát, hogy én is most ugye csütörtökön voltam megint egy kontrollon, mert a legutóbbi kontrollon a doktoron, és akkor mondom neki, hogy de mondom, közérzetileg már nincs semmi gond, mondom, mehetek, azt persze menjen. Csak ha végig akar fertőzni mindenkit, mert a munkahelyén, akkor mindenképpen menjen be. De ezt mikor mondták? Csütörtökön. De akkor már szedted az antibiotikumot? Nem, akkor mondta, hogy itt nincsen. Igen, ha valaki antibiotikumot szed, akkor már nem fertőz. Azt mondták, az kijüti annyira, hát, hogy akkor már, ha 2-3 napig szeded, akkor már nem. Szóval keresem, közben adják az Oscart, még vagy az Oscar közben azért. Ja, azt hittem, hogy ez összefoglalott a betegségemről. van egy VHS változata a betegségedről. Nem csak közben nézem, hogy tekerek közben, hogy hátra valami. Igen, kettőkor volt, így kacérkodtam a gondolattal, hogyha mondom, ha még otthon lettem volna, akkor még a pihenés gyanánt még kettőkor megvárom, és akkor élőbe végignézem, mert sok helyen adták, de hát ezt nem mertem bevállalni. Nem tudom, hogy a Laci, aki a legnagyobb fan, meg a legelvakultabb ember ebből a szempontból a stábon belül, hogy ő nézte, én a fejére ránéztem a Lacinak. Én belenéztem hajnalban, amikor keltem, egy órával előtte fönn voltam, de azt nem néztem meg, hogy melyik csatorna adta. Nem, én valami angol nyelvű láttam, de valamilyen meg is lepődtem. Azt mondta Norbi, hogy pohét.
Gyerekek, dáma van. Nincs meg az Oscar. Hát az általad nagyon lehúzott, milyen ment, Birdman, azt mondták, hogy az most mindent el fog vinni. Hát reméljük, hogy nem. Én nagyon bízom, igen, valamit nyert. Biztos, hogy nyert. A filmet, én csak ott Michael Keatonnak szurkoltam, hogy ők megkapja, mert neki az egy ilyen nagy elégtétel, meg neki egy picit járt is az egész pályája miatt ez a dolog, de hát a film az... Ő nem kapta meg, mondom, Michael Keaton nem kapta meg egyébként. Végigvetjük majd, hogy ha vannak úgyis filmrajongó hallgatóink, az összes díjat tudom már így fejből egyébként. El is olvastam, meg tudom is. Megkapta a Birdman, mint legjobb film, de nem kapta meg a Michael Keaton. Kapta meg a mindenség elméletéből a srác kapta meg, igen. Aki a Stephen Hawkingot játszotta. Ez az! Na, itt ha így hagyod, akkor még bele tudunk egy picit nézni a ruhákba, az esésekbe, a botlásokba és mindenkibe. Ez már a hotel, szerintem itt már after party van. Na azért odaérnél a lányokkal még egy after partyra, nem? Hát, benéznék. Igen. Szóval sokan nyertek, vannak nagy meglepetések, és végre Julian Moore megkapta, én neki nagyon drukkoltam. Ő már nagyon-nagyon megérdemelte. Igen, neki is egy kicsit olyan életműdíjszagú hát, volt. Hát, szegény, igen, 4 vagy 5-ször jelölés után végre most már ő megkapta a Still Alice című filmért, ahol egy beteg nőt alakít egyébként. Meryl Streep most nem kapta meg megint, pedig őt ugye általában minden évben jelölik, egy nagyon szereti az akadémia, és akkor ugye egy ha csinál, ha nem, ha csak megjelenik, ha csak írnak rá a 2 cikket, már Oscar jelölés. Igen, de ő már megkapott 4-et, vagy ő már minden lomtatásnál kirak egyet, úgyhogy... Kevés. Úgyhogy nyert a... Mi nyert még? A Patricia Arquette nyert, a Boyhoodért. Na, az jó. Én az azt jó. A filmet kevésbé szeretem. A Patricia Arquette jó benne, ugye ezt forgatták. Én a Rosanna Arquette-et szerettem nagyon. Igen, azt forgatták 12 évig, meg a Whiplash-ért nyert a legjobb mellékszereplő, a jazz tanár. Na. Ő a dubos srácnak ja, a zenetanár. Jazz tanár, mondjad? Vágás is nyert. A Whiplash? De arra miért kell adni, hogy szépen vágják meg? Azt mondja, hogy a Birdman-re. Vágást is nyert, az azt jelenti, hogy elmutat bármelyik csajra is. Igen. Én azt mondjuk pont a Birdman-re adtam volna, mert a Birdman pont olyan, ami úgy néz ki, mintha nem lenne benne vágás, és közben nagyon durva megoldások vannak. De jó, a Whiplash az tényleg egy jó film. Szerintem a Birdman nem annyira erős. Tehát mindenki el van állva, aki szereti egy kicsit művészileg a dolgokat, meg nagyon snob, de egyébként végig szenvedett az egészet. Szerintem Michael Keaton zseniális benne, de mint a film, 10-ben 8 ember egy év múlva nem fog rá emlékezni szerintem. Viszont a Michael Keaton tényleg zseniális. Tehát ő megérdemelte volna. De nincs nagy meglepetés, nincs semmi verekedés, ruha, bunyó, elesés, beszólás. Nem tudom, hogy élő vagy késleltetett élő-e. Egyébként nem voltak politikai felhangok. Tehát egy halálosan unalmas Oscar volt egyébként. Azt láttam, hogy az összefoglalókban. Valami színész csávó vezette, aki játszott. Neil Patrick Harris, aki például a Diglamba játszott egy nagyon jó kis szerepet, amíg el nem vágták a torkát. Igen, és a kritisztú nem nyert semmit? Egyet kapott az amerikai mesterlövésszel. A legjobb fejlővés díja. Igen. Örülök, hogy nem a Bradley Cooper. Oprah Winfrey például ott van éppen. Pedig a Bradley Cooper egyébként, de ezt nem mondom, hogy megérdemelte volna, de ő azért nagyot alakított. Az a film ennyi szólva is közepes. Nagyon közepes. Az egy nagyon közepes. De a Bradley Coopernek az átváltozása az, hogy ebből a tipikus hollywoodi macsóból, bájgunárból hirtelen lesz egy ilyen 120 kilós texasi csávó, aki... Hát igen, de jó játszott. Tényleg jó játszott, de nem nyerhetett. Egy kódjátszó, meg egy mindenség elmélete mellett. Nem tudta mindenség elmélete, vagy csávó, hogy játszott Stephen Hawkingot. Hát konkrétan egy-egybe hasonlít. Tehát, hogy és 2 órán keresztül úgy ül abban a székben, és úgy beszél. Az hihetetlen. Az egy nagyon szép film egyébként. Igen. Azt mondta szerencsére, hogy Daniel Day-Lewis nem indult most semmivel, mert hogy... Az is mindig, mert ő is ilyen nagy átváltozó művész. De hát ez érdekes. Na mindegy, úgyhogy nagyjából ezek voltak. Ezek a papírforma, tehát a legtöbb az, a nagyon nagy meglepetések egyébként nincsenek. Tehát, hogy semmi olyan, amire az ember felkapja a fejét, hogy úristen. A legjobb külföldi, na itt a Julian Moore végre. Igen, ő már ezt nagyon megérdemelte. A legjobb külföldi film pedig azt hiszem az Ida lett, azt nem láttam. Uh-huh. Grand Budapest Hotel kapott valamit? Grand Budapest Hotel is kapott. Négyet kapott. A legjobb adaptált forgatókönyv, vagy mi? Igen. Rendezés, az a film az meg.
smink, hát az nagyon jó film. Mondjuk meg is érdemelt. Nagyon jó film. Az egy nagyon szórakoztató film. Az is nagyon-nagyon jó film. Gyerekek, az összeset láttuk, tehát hogy nincs. Hát mondjuk az Whiplash-t, azt nem láttam még. Nagyon jó. Nagyon jó. Azt hiszem, az egyik legjobb film az összes jelölt közül. Tehát ami valójában jó, tehát nem olyan, mint a Birdman, hogy eketől ájulni, ha sznob vagy, hanem hogyha tényleg, tehát úgy nézed, hogy jó, mert a Birdmanen szerintem fészkelődsz, nem? Mindenki nagyon felhájpolta, nagyon meg kell nézni. De már mennél a negyed óránál. Fú, nagyon jó, nagyon művészi, nagyon menjünk. Na, az összes film közül, ha egyet kell ajánlanod, egy darabot nézzél meg a mostani jelöltek közül, akkor melyik az a Whiplash. Szerintem az. A Boyhood is túl van sztárolva. Tök jó, 13 évig forgatták, de... Hát abban az a varázs. Egy aranyos családi sztori, ahol látsz két kamaszt felnőni, meg egy elvált házaspárnak az életét, de egyébként azon kívül 13 évig forgatták, 15 évig, baromira nincs benne ja, ez semmi. A fölnövő sztori. Ez a fölnövő, ahol az ötlet jó, ahol a Linklater úgy forgatta, hogy tényleg 15 évig kísérte a szereplőket, a fiatal srác 4 évesen látott meg először, aha, és 20 évesen, amikor hazajön és jól betép, akkor az anyjával elbeszélget, hogy nem szabad füvezni, és ezt egy végignézett, hogy kisgyerekekben hogy lesz kamaszok, és rájössz, itt hogy... felnevettél. Rájössz, hogy tényleg nem az a legnagyobb problémát, hogy este pukik a gyerek, vagy nem alszik, mert rájössz, hogy a kamaszkor az még miket rejt. A Whiplash szerintem, nem? Laci, mit mondasz? Az egyik legerősebb. Olyan erős alkotás, hogy... Meg a Grand Hotel Budapest. Azt is. De hát ezeket majd... Ah, majd maga. Persze, vetítik azt még egyszer. Valami nem tudom, vidéki moziban majd valahol volt, vetítik. Például ez a leszámolás kis Kínába. Te... Apám. Kis Tokióban. Azaz, köszönöm szépen. Igen, és nagy leszámolás kis Tokióban. Pontosan vagy sehogy. Haragudj. Én imádom. És nagy leszámolás kis Tokióban. Az a 80-as évek, én megmondom nektek őszintén, tudom, hogy hiányosságom, én nem láttam ezt a filmet. Ez zseniális. Ez se. Tegnap este még kapcsolgatott a béka, és én pont kijöttem a fürdőszobából, és így mondta, figyelj, ülj le, mert ez a 80-as évek. Brandon Lindolf, Clark Grant. Nagyon jó. Én nagyon szeretem. És így nem hitted el a frizurákat, a ruhákat, az egészet, ahogy forgatták. Egy 5 percet bírtam belőle, ott valakit megölnek, egy szőke lányt az elején, mondtam, hogy én itt le is kapcsolom a villanyt, mert nem bírom tovább a feszkót, de hogy nagyon-nagyon izgalmas, ez érdekes egy kultikus volt. Akció, az film egyébként 30 egy éves, abszolút klasszik, az egész. Igen, tényleg jó. Ez egy jó kis jó. Úgyhogy majd megnézem pont ezeket is nyugdíjas ne koromban. Kapkodj, nem kapkodj, nem kell. Nem kell, nem kell rohanni. Néztem a filmet, és pont az jutott róla eszembe, hogy egyrészt, hogy 36-szorra nézem, másrészt meg, hogy de jó lett volna, hogyha ez a két fantasztikus ember, Bruce Lee és Brandon Lee együtt tudott volna megöregedni, és aztán mind a kettőnek sajnos ilyen nagyon, nagyon tragikus vége lett, és milyen fantasztikus dolog lett volna, hogy két harcművész együtt öregszik meg, mert olyan van ugye számtalan példa, hogy ilyen színész családok vannak, és tudom, Martin Sheen, Charlie Sheen, Emilio Estevez, stb. Tehát, hogy ők együtt idősödnek meg, és mindannyian ugye színészként, de hogy két harcművész, ilyen nincs. Tehát, hogy ott ugye ráadásul még a húga is, Brandolinak a húga is. Megküzdene ének Arnold Schwarzeneggernek és Sylvester Stallone-val, az milyen menő lenne, nem? Apja, fia agyonveri. Nem szerepelnek a feláldozatokba. Nem mondjuk a feláldozatokba benne lennének, igen, nem? Vagy összeengedni Michael Dudikoffot, Charlie Chaplin, az mondjuk fulán. Nem, mondjuk Charlie Chaplin és Buster Keaton-nel is például. Michael Dudikoff, Charlie Chaplin és Dusty Hoffman. És Tordi Géza. Igen, és a hátul felbukkan a nem Chuck Carroll. Tehát az mindenképpen egy nagyon, nagyon nagy film lenne. De mondjuk a feláldozhatokban még Bruce Lee vagy Brandon Lee ott lett volna, vagy ott lennének, igen. Ez ilyen követő műsor? Ez olyan, mint amikor a Majka a izé után beszélgetett a győztesekkel. Ez az After Oscar. After Oscar. Ez az After Oscar. Igen, csak ebből nem csinál meg két oldalt a sztori. Igen, After Oscar. A Majkából meg biztos csinál. Mindig van. Igen. Na, jól van. Te gyógyulgattál akkor hétvégén? Persze, megvolt. De mondom, sajnos az a baj, hogy egy idő után elkezded unni azért a szobákat, meg az arcokat, amik körülvesznek. Hát akármennyire is szeretem őket. Igen, aranyosabb vagytok, kérdés. Nagyon beszűkül. Hétvége jó volt? Nagyon jó volt, nagyon jó idő volt. Tegnap családlátogatások voltak. Voltunk annál az ismerősünknél, akiről meséltem nektek, hogy ikerpár született náluk. Igen. Szakköröznek? Már kettőt elajándékoztak. Egyébként már majdnem. Megy a szakkör? Figyelj, még akkor is, hogy tényleg rendes gyerekek. Nyilván mind egy hónapos csecsemők sírdogálnak, esznek, isznak, de amikor arra mész be, hogy apu és anyu ül a kanapén, van egy 2 éves, a Hetti, ő ül középen, és egy-egy csecsemő. Hát nem nagyon, nem. Oda fülef, minden tiszteltem a tiétek, apám, de ez hogy? Hát figyelj, megy a szakkörözés, és akkor izgalmas, amikor ő nincs otthon, mikor anyuka egyedül van a két gyerekkel, akkor mondta, hogy kidolgozott terv van, leteszed őket egy pokrocra, betérdelsz a kettő közé, fogod a két cuclit, egyszerre benyomod, ha szerencséd van,
és ugye az van, hogy az egyik az később. Bonyolultabb, igen, mert az egyik bűfizik és félrenyel, ja. az már sokat beszéltünk erről az Iker dologról, most személyesen is láttam saját szemmel, gyerekek mindent is. Szerintem az eleje kemény, utána viszont egyszerre le tudod. Igen, valószínűleg, de hát akkor meg például, ha elkezdenek szaladni, akkor mi történik? Ugye? Két irány. Akkor kikötöd őket a lakásba. De nem ez van ez a sétáltató póráz, én nagyon szeretem. De csak akkor gondolj annyit, hogy csak a lakásban vagy. Tehát csak a lakásban vagy, nem teszel föl rá pórázt, az egyik elindul a váza felé, mert le fogja verni, a másik meg az ellenkező irányba. Érted? Tehát ott valami nem egyszerű, másképp kell megoldani ezt a dolgot, és akkor jönnek, mert majd a haverok is kérdezik, hogy sziámékre? Nem, csak összekötöztük őket. Az a biztos, menjetek egyfele, drágáim. Szóval nagyon nagy csoda, nagyon nagy boldogság, de az, tehát amit mi gondoltunk róla így külsősként, az most tegnap minden megváltozott. Minden tiszteletem az ikresztülőké. Aha, hát melós, igen. Az elején, ha letudod és túl vagy rajta, akkor utána viszont 2-3 évesen már nem kell elkezdened újra, amiért tesót csinálsz. Ugye, hogy legyen valaki, akivel játszik, hanem egyszerűen már utána a dolog az működik. Egy diplomaosztás után már őszinték a te könnyeid. Igen, és nem addig valának összelem, hogy elköltöznek egy gróton. Amikor kirepülnek és beülnek a kocsiba, és elmennek a bérleménybe, ahol igen, amit választottak maguknak. Köszönöm, hogy 23 lettél, lehettek. Igen, na mindegy. Gyerekek, itt volt tegnap Arnold Schwarzenegger. Itt bent. Itt bent nem volt. Meghívtuk. Tényleg érzem a tesztoszteron szagon. Azt hiszem a sikerszagát. Tudod, ezért ér. Igen, figyeljetek, volt olyan, mint a Putyinnál, vagy valakinél? Hogy lehet a gyorsforgalmi? Hát, hogy azért neki. Nem ő is nagy ember, mondjuk őt nyilván nem akarja annyira kinyírni senki. Nagyobbnak gondolom. Sőt. Ugye Putyin nem is egy magas ember, tehát hozzá képest, de hogy ilyenkor is vajon ekkora córesz van egy szállodában, vagy itt csak arra kell vigyázni, hogy minden szép legyen, be legyen készítve. Nem, de kell, én beszéltem a szervezőkkel, mert ismerem őket máshonnan, kell azért Sarcit is. Aha. Azért így jönni. Ma mesélj már erről, hogy akkor itt mit kell. Találkoztattam volna vele, akarok. Fölajánlotta, hogy szinte bármit. Nem mondod, hogy nem mentél el a Schwarzihoz. Nem. Hát azért csak megöleled, nem? Hát, nem. Én tudod, hogy nem vagyok ez a típus. Dumáltam, ismerem a szervező srácot, dumáltam, hogy mi legyen, hogy legyen, meg tudok-e nekik ebből abban segíteni, meg beszélgettünk egy csomót, és mondta, hogy amit akarok. Oda megy, Schwarzi kezelni, pinte, bármi. És neked még fizetni se kell érte? Nem, ő neki fizetett. Szóba se jött, nem mondtam, hogy... Így beleboxolni a vállába. Lehetett volna birkozni a svéd asztalnál, ördög szekérbe gurulni egyet, megfogni a lábát. Nem, mondtam, hogy köszönöm, tök cuki, de nem vágyom rá. Vagy így nem. Aha, elengedted. Kellett volna? Hát, ha már úgy meghívott. Nagy tülekedés volt, mindenkivel akart találkozni. Csak arra lennék majd kíváncsi a 2 óra után, hogy a Schwarzeneggernek van egy bizonyos 6 pontja. Egy olyan 6 pont, ami arról szól, hogy mi az ő sikerének a titka, és hívja már fel valaki majd bennünket, aki ott volt ezen a találkozón, hogy mégis mit mondott-e valami. Ez már lezajlott? Persze, ez tegnap volt. Tegnap itt volt Schwarzi az arénában, ilyen sikernap volt az arénában, ahol magyar előadók, meg mindenki előadta 8-10 percben a sikerének a titkát, és a végén, mint főszereplő jött a Schwarzi. És ő elmondta, hogy lett a kis osztrák paraszt fiúból, hollywoodi akcióhős, dollármilliómos, politikus, és mit tudom, vállalkozó. És van a sikerének 6 pontja. Ez az ő 6 pontja. És kíváncsiak, hogy mit mondott. Aha, kíváncsi aha. lennék, hogy mi az ő 6 pontja. Kelj korán. Aha. Soha ne egyél, mit tudom én, nehezet éz éjjel. Vagy tehát, hogy rossz. Igen. Tehát mik ezek a pontok? Mit mondott Schwarzenegger? Bukáson túledzél, a szuperszetteket ne hanyagold el. Igen, soha ne nyomjál mázsánál kevesebben fekve. Tehát mi az a hatalom? Én nagyon sok ilyen sikerszemináriumon voltam, nagyon sok ilyen külföldi ezoterikus előadót hallottam, és mindig az ember, amikor ott van, akkor ilyen nagyon nagy dolognak gondolja, aztán utólag rájössz, hogy igazából semmi ilyet nem mondott. Dolgozz keményen. Kelj korán, tűz ki egy célt, gyakorolj sokat. Ezek egyébként valóban ezen múlnak. Meg ő betartotta. Tessék? Tehát, hogy betartod-e. Mert ezt mindenki persze. tudja, hogy mit kéne tenni. Csak hogy melózol-e rajta. Igen. Az emberek hogy nem lett belőled ilyen jó gitáros Ingvi? Hát talán a tehetség, de az, hogy napi 10 óra gyakoroltam 20 éven keresztül, talán az is számított valami. Tehát, hogy igen, és erre már kevés ember képes, hogy ezt meg is csinálja. Igen. Úgyhogy ha valaki ott volt a Schwarzin, akkor írjon nekünk, visszahívjuk, hogy milyen volt, mit mondott, miről tartott előadást, érdekel bennünket, tényleg, hogy mi az ő 6 pontja. Meg hogy sok olyan magyar sikersztori voltál, hogy édesapám meghalt, és rám hagyott 700 millió forintot.
És akkor abból elkezdtük. Vagy ilyesmi, igen, vagy anyukám kölcsönadott 40 milliót, és akkor megcsináltam a saját vállalkozásom. Hogy szerezted az első milliódat? Mert azt mondják, hogy csak azt igazán nehéz megszerezni. Hát oda mentem anyámhoz, és kértem tőle. Igen. Mert elég sok ilyen sikersztori van. Az na. Arnold, ez nem ilyen. Na hát Arnold, én nem. A legmélyről indított ezt az egész történetet, ő azért tudna szerintem arról mesélni, vagy tudott arról mesélni, hogy kell a legalulról felküzdeni magadat. Hát egy, ahogy mondja, egy osztrák paraszt fiú volt, egyébként 0-0 angol tudással ment ki, és vállalt el filmeket, aztán akkor onnan érvált. Fater ugye rendőrfőnök volt. Igen, szigorú rendőrfőnök. Szigorú emberke. Jó, úgyhogy aki ott volt tegnap az arénában, az majd 7 óra után jelentkezem. Már most írhat nekünk egyébként SMS-t, hogy ott volt, és akkor megpróbáljuk vele a hírek alatt felvenni a kapcsolatot. Na, vannak már hallgatóink, akik írnak. Ott voltam a sikernapon, nagyon megérte, ez Bújti küldte nekünk, köszönjük szépen. Gyorsan egyébként SMS, mit írnak korán kelő hallgatóink? Azt mondja, hogy a kódjátszma legfogyaszthatóbb idérről írja valaki. Egyébként igen, éppen Miles Teller nyilatkozik. Ő a Whiplash-nek a fiú főszereplője. És ajánlom figyelmetekbe a barátnőjét, aki ott emellette. Hát néztem a fiút, néztem, de hát... Ő se az uglypeople.com-ról választ azért. Hát nem. Barátnőt, ahogy látom, tehát, hogy így olyat... Én pedig az ő életében lennék főszereplő. Igen, ő is megtalálta a mátkáját azért, igen, elég. Helyes kis csajjal jár. Igen, már a gálán jöttek össze. Miután megkapta díj. Gyerekek, szépek a ruhák, szép minden, az itt is megnézni, mi zajlik a férfi postóba. Nem? Őszinték azért tényleg. Tehát itt mutatják, hogy itt gyönyörű emberek öltözködnek, nyilatkoznak, tényleg CNN, meg Sky News, meg mindenki. Mi történik a férfi WC-ben? Mi történik a női WC-ben? Márkus, sajnálom, hogy nem kaptad meg. Ó, nagyon rosszul esett neki. De most már túl vagyok rajta. Igen, tartsd az ajtót, ne engedjetek be senkit. Igen, szóval, hogy ott is történhetnek érdekes dolgok. Igen, mi a helyzet a csillagok közt? Elkérdezi valaki, hogy Christopher Nolannek a filmje. Szerintem legjobb vágás, vizuális trükk, majd utána nézünk, pontosítjuk. Mondasz kategóriákat? Elmondasz egy-két dolgot? Nem mondasz semmit. Nem mondasz semmit? Nem titkos, semmit. Titkosban hétre, vagy nyolcra. Titkos. Ha nem mondasz, jó. Aztán azt mondja, hogy játszanék. Mi a helyzet az Oscaron, kérdezi valaki. Jani, örülünk, hogy itt vagy. A Jedi visszatért, nagyon vadon írja. Írja valaki. Nagyon rendben van, igen. Igen. Na aztán M702-es kavicsnál kanizsa felé a rendőrautóból, mérnek ez csúcsú, küldte nekünk. Oké, na, ezek a legfrissebbek. A pénteki napra visszacsatolva Ferének és Balázsnak üzenem, hogy az Ovinba azért lehet házi tortát vinni, mert adnak belőle mintát, puszivirág. Beszéltünk róla, hogy nálunk nem lehet bevinni, és hogyha mintát adsz, akkor viszont igen. Na de várjál, és a mintát, van egy minden egyes óvodának van egy külön laborja, ahol az analitikusok ezt így kielemzik. Vagy hogy előre elküldöd a mintát, és utána jön az engedély, hogy igen, anyuka ezt a tortát beviheti. Vagy megetetik a fűtővel, és hogyha rosszul lesz két nap múlva, akkor nem akkor hozzam. Igen. Lajoskám, után, és kornyadozom. Igen, egy átlagos hétfői esős nap, vidítsatok fel, hívjatok, ne legyen átlagos a hétfői napom, és kikapassak tőletek, írja nekünk Anna. Na, gyorsan az időjárásról, aki most indul, hideg nincs, nem kell nagyon fölöltözni, valami szemerkél, és megmondhatatlan halmazállapotú csapadék, viszont 7-8 fokot mértem, úgyhogy igazából nincs nagyon-nagyon jó hír azoknak, akik mondjuk így az influenzát megúzták, hogy a komposira az allergia. és az influenza második hullám a melegben, igen. Fél hét múlt pontosan 3 perccel, tessék jelentkezni játékra, indítsuk jól a hétfőt, nyerjük meg a hétfőt, nem? Hát figyelj, négyed lett a múlt hét, 7 darab nyerthetem. Az van. Igen. 7 darab. Az igen. Hát most gyerekek, nincs kegyelem. Úgyhogy fél hét múlt 3 perccel jövünk a hírek után. 10 perc múlva pontosan 7 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt még mindig megy az Oscar gála, mármint az utó műsorai igazából, mert ugye magának a díjátadónak már vége, de még a CNN közvetít és megszólaltatnak világsztárokat. Egyébként Oprah nyilatkozott az előbb. Igen. Nagyon kedves, szimpatikus hölgy. Nagyon szimpatikus hölgy, igen. A választásokat tudott megnyerni állítólag. Igen. Azzal, igen. Hogy valakit meghívott a műsorába, és megdumálták előre, és akkor jó, itt fogunk elsírni magunkat, jó, akkor így dob be azt, hogy ő egyébként nagyon nehéz gyerekkorod volt, jó, ennél a résznél pedig azt, hogy mennyire szurkolsz annak, aki ellened van jelölve a választások, jó? És akkor azzal gyorsan meg is nyerték, igen. Na, visszatérve Schwarzire, jönnek az SMS-ek, milyen illúzió romboló, hogy a Terminátor a testőrök vigyáznak. Hát, fémvázra épülnek, ki tudja, kérdezi.
kérdezi egy hallgató. Bali, tavaly nyáron megígérted a Janinak, elintézed neki a találkát Svarcival, tényleg? Oh. Uh-huh. Aha, egyébként volt egy ilyen. Egyébként lehet. Miért nem előtte szóltok? Hát most... Hát de még előtte vagyunk. Ez igaz. A találkozásnak. Figyeljetek, még 10-kor meglephetjük az interkontinentálba svédasztalos reggelénél, odaugorhatunk. Meg nem mondtad, hogy pontos amikor. Elnézést. Ez is igaz. Tényleg. Tehát nem mondtad azt, hogy most fogunk találkozni, és majd valamikor elintézed a jövőben. Azt mondom, hogy valamikor. Valamikor ez a találkozás szép. Mondjuk erre most ez egy jó esély lett volna, inkább mint Kaliforniában. Miért? Mehet a Jani is, nem? Persze. Hát most egy kicsit közelebb. Majd közelebb van. Összejön valamikor a találkozót, tudod. Figyelj, két-három napra jött. Pip. Adni. Pip. Pip. Jani. Ő itt, Jani. Tarts ki. Pip. Jani, ne hűj már. Jani. Itt volt, gyorsan egy fotót. Állítsák oda mellé. Figyelj, még itt van. Tehát azt hiszem, hogy ő tegnap este megtartotta az előadását, hogy nyilván nem ült bele a kis bagárrepülőjébe és repült el Ausztriába, vagy repült el azonnal Amerikába, tehát ő most még az igazak álmát alussza valamelyik menő budapesti hotelbe. Four Seasonba, az Intercontinentalba, valahol itt van. Nem, valahol már itt bubizik a városban. Reggeli edzés. Figyelj, konditermet kért a szobájába. Azt olvastam. Most ez igaz, hogy fölvitték neki alulról a konditermet, vagy mondták neki, hogy Arni, akkor kapsz egy külön bérletet. Ezek szerint nem hisz már a igen. Saját testsúlyos edzésben. Abban már nem, de álltok a födémet, meg kellett nézni, hogy elbírja-e. Mert hogy megnézték az szobát. Miért nem adnak neki ilyen, miért kell berendezni a szobájába? Miért nem ürítik ki a konditermet? És mondják, hogy Svarci, mehetsz a konditerembe, de törők között nem lenyúl. Nem, mert már fáradt és öreg, és nem akar lemenni az alaksorban lévő konditeremhez. Pedig az igazi. Na mindegy, ha megtudjuk, melyik szállodában van a reggelire, meg odaférünk. Szerintem az jó. Kicsit én örülnék neki. Kivindik neki a Hemendexet. Valamit kitalálunk, érted? Pincérek álcázunk, és oda a sodroc mellé, és akkor még tudunk erre egy kicsit beszélgetni. Végül is sógor. Hát végül is igen. Végül is ő mondja, hogy tudni kell, hogy honnan indult az ember, úgyhogy abszolút sógor. Én tudom, még mindig ott vagyok. Ráadásul. Jó, igen, te onnan indultál, ott is maradtál. Hát ez szimpatikus dolog. Három napra jött, tegnap szállt le. Figyelj, akkor még két napot itt van. Még ma este is akár összefuthattok. De akkor még van két éjszakánk. Hát lehet, hogy most este még kivegy sétálni valahova. Még simán tudunk vele találkozni. Mennyi az esélyre, hogy mondjuk otthon összefutok, hogy nem kell sehova mennem, hanem Lőrincen valahol össze. Arra viszont kevés. Arra gondolsz, hogy a Lőrinci meg drive-ba beáll egy sült krumplier? Nem, hogy a Béketéren Szolizoliban. Összefutunk, érted? A mellettem lévőben fog majd barnulni a csokicsőben. Igen, kér egy dupla csokicsőves 12 percet. Arra azért kisebb az esély. Na, kezdjük el a hetet, játszunk, jó? Egy 7 darab vagy 8 darab megnyert hét után vagyunk, csak mondom, hogy elvegyük annak az embernek az önbizalmát, aki egyébként most szeretne velünk játszani. Nem vagyunk könnyű falat a 2015-ös évben, de nem is ígértük meg. Hát fölbosszantottatok ezzel az Univerzum királya címmel, az a tiétek, valami kell most. Ott picit berágtunk. Úgyhogy megnézzük ki a hét első játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Hello, fiatalok! Hello! Nagyon rossz lóra tettetek, ha az önbizalmot el akartátok venni. Jó, így szeretlek ezért. Én is szeretem, ha valaki ilyen. Ezt csak így lehet. Ezt a játékot csak így lehet játszani. Kati, hello, honnan hívtál minket? Hát én Jászberényi vagyok, éppen most Cibakházán tartózkodom, ugyanis az öcsém majd délután visz a géphez. Repülök vissza Angliába, és gondoltam, hallottam itt múlt héten ugye a lukágenykodást, hát mondom. Akkor elkened a szánkat. Hát, mit csinálsz Angliában, hogy repülsz vissza, ott élsz? Kérlek szépen, igen. Jó, futár vagyok, pizzafutár. Jó, és jó messziről rendeltek. Cibakház a London. Siess ezzel a rohadt songukúval, nehogy meg hideg legyen a gomba, mert az egyébként szörnyű. Figyelj, gyerek, már nem múlik el úgy hét, hogy ne beszéljünk olyan emberrel, aki vagy kintről hív bennünket, vagy kint él. Azért ez a tendencia. Igen, ez egy szomorú dolog. Mióta élsz kint? Kérlek szépen, július 20-án mentem a gyerekekkel, akkor kocsival voltak itthon. A fiam a főnököm, úgyhogy... No, a pizzéria? Nem, hanem hát ez a Domino pizzéria, ez egy hálózat, ez ilyen franchise rendszerben működik, mint a McDonald's.
Aha, és nyitott egyet. Ő az egyik főnök. Nem, tehát ő az egyik főnök, ship manager ott. És akkor mondja, hogy mama, pattadj már a bogóra, induljál már, mert felébe rúglak a kiül a pizza. Mondta, hogy anyám, most már én parancsolok. Ú, de szép. És a robogós vagy autós? Autós vagyok, Ford K-val. Ja, tehát azért elég jól kell ismerni a környéket. Oké, hogy van GPS, de hát azért ott kis mellékutak, kerülőutak, dugókikerülés, azért az első utadat megnéztem volna, amikor ott lavírozol egy ilyen szembe, mindenki szembe. Gyerekkel gyakoroltam, akkor ott csipákolt mellettem, anyám, utána meg már aki kint csipákolt, mikor magam vezettem, azt meg úgyse hallom, tehát... Meg van egy mikro a kocsitban, ami működik töltőről, és mondjuk bevezetod a pizzát, gyorsan berakod a mikróba a pizzát, megmelegíted, és akkor pillanat nem is tűnik fel senkinek. Külön táskánk van, amit szerintem. Van ilyen termotáskátok, tényleg? Bizony, ilyen egy méteres tépőzáras, úgyhogy a felszolgáló. És akkor kint az egész család? Tehát te is, a gyerek is? Hát olyan értelemben igen, hogy így én elváltam, tehát végül is a csemetek van kint a menyasszonyával már több mint 4 éve. Volt novemberben, hogy 4 éve, akkor volt 4 éve, na. Igen, és akkor én meg már most ugye augusztus 7-e óta dolgozom, és júliusban mentem ki. És annak borra valót, rendesek? Előfordul, bár sok a kártyás fizetés, és ugye azok már úgy nem kessesek inkább. Jó, van egy kis boxokban viszed, és lehúzzák a kártyát, mert pizzafutánál is fizetett kártyát. Van, aki az Ektenit is visszavárja, van, aki meg rendel egy 15 fontos vizet, és ad még 5 fontot. Jó, hát csak jó az alapfizu, hát a fia a főnök. Hello. Mit tudom, még velem szigorúbb, mint másokkal. Na jó, jól csinálja egyébként. Mama nem lóghat. Mama nem lóghat. Gondold el, mikor két dudáson egy csárdába, tehát mondta, akkor költözünk úgy, hogy egy két szobanom, nem, Isten őriz, az nagyon sok alkalom arra, hogy mi összevesztünk. Na, kivel szeretné játszani? Janis kapját szeretném. Nagyon helyes. Egy hetes gyengélkedés után. Gyerekek, tessék, jönni van játszani. Bocsánat, meg vagyok fázva. Igen? Nem tudom, hallatszik-e a hangomon, köhögök. Egyáltalán nem. Tehát ez nem mentség Jánosnak, hogy beteg volt, sajnálom. Jó, tehát beteg a beteggel, vagy meggyógyult a meggyógyultal, akkor mondhatjuk. Jól van, na kezdjük el, jó? Nézzük meg. És kicsit rá is köhögsz, hogy jaj, de szép. Nem, jaj, de beteg vagyok, Istenem. Jaj, élek. Igen, ez mindjárt elindul a játék, az olyat odapirít az, hogy mindig megbolondulunk. Mehetünk? Bocsán, igen. Na, akkor 3-2-1, tessék. Na, szeretnék kérdezni? Kérdezhetsz nyugodtan. Kérdezte János. A fiadon kívül él még kint valaki Londonban, rokonod? Van még gyereked? Rajta kívül? Egy gyermekem van. Uh-huh. A fiam? Van. A fiam, így van. Úgyhogy nagyon jól érzem magam. Bár képzeld el, hogy mikor kimentem Angliába, teljesen elképedtem, ugyanis ott minden ház tégla. Tégla? Minden ház tégla. És ebben mi a meglepő? Amerre nézel, cibakházon hát azért is téglából vannak a házak, nem? Színes házak vannak. Szerinted? A tető is vörös, a tégla is vörös, és azt látod, amerre nézel. Uh-huh. És a tej milyen színű? Nem szeretem a tejet. De szép! Szeretem a tejet. Figyeljetek, viszont most én kérek. Szerintem volt egy nemed. Hát, hogy igen, félig ment ki, vagy egészen tehát, hogy szerintem ez nem volt, de hogy szerintem a hallgató kedvére az, hogy megnyugtassuk a kedélyeket, ott semennyire nem ment ki. Igen, a cibakházán is minden tégla, ne? Ott én is felkaptam a fejem, meg rátok is nézni, igen, megállítsa, volt szerintem, hogy ne, hanem ez csak annyi volt, hogy ja, jó, ezt meghallgatjuk. Tehát, hogy nem volt ez, nem volt, de hallgassuk meg, tényleg azért, mert nem akarom úgy elkaszálni a hallgatók, nézd meg, mi a rendet. Figyelj, Kati, visszahallgatjuk, bejátsszuk, jó? De te is hallani hát fogod. Hát rendben van, de hát már az akkor, ha még véletlenül úgy történt, akkor is hát ez teljesen most letargiába estem. De nem, azt mondom, hogy visszahallgatjuk, mert ha Jani kimondta, akkor tiéd az ajándékcsomag, csak akkor veszted el, ha Jani nem mondta ki, mert akkor viszont te ugye elrontottad. Tehát még van esélyed arra, hogy megnyed, azt akarjuk ezzel neked mondani, hogy ne keseredj el. Nem mondta ki, Jani valószínű, de meghallgatjuk. Jó, tényleg, jó? Rám nem jellemző módon biztos, az antibiotikum miatt van, vagy a fair akarok lenni. Igen, megszállt a jó tűnő. Már nem olyan győzelem, mint hogyha akár végigjátszottuk volna. Na, remélem, ha kimondtad, akkor na. Véleményes, meghallgatjuk, én is fölkaptam a fejem, nem tudom, hogy mi volt, de én is egy pillanat, megállítsam, ne állítsam, kimondtad, nem, mintha én is hallottam volna valamit, hát, de visszahallgatjuk. Megyek a ködös albiumba, hideg van, sapka sárt, tudod. Jaj, ez kicsit ráköhög még egyet. Meg vagyok fázva, nincsen sapkám, a fiam nem a csálat, persze. Igen. Jó, és még jöhet az, hogy reklámozott kint a Klassz FM-et.
ugye? Igen. A rajtad van. Az archívumot tudom hallgatni, ugye, mert én Sziget dolgozunk. Jó, meghallgatjuk, jó? Figyeljek, meghallgatjuk, jó. És akkor hallgass minket, ha még tudsz. Meg. Tudsz minket hallgatni a hírek után. Jó, köszi a játékot. Ciao. Hello. Hello, hello, hello. Na, visszahallgatjuk, adásba tesszük a challenge-et, kikérjük és megmutatjuk, jó? Mert már sokan írják, hogy Jani kibonta, ezért állítottuk meg mi is, illetve pontosabban mondta Jani a végén. Úgyhogy a hírek után megmutatjuk. 7 óra van pontosan. Ha valaki ott volt, Schwarzi, siker napján írja meg nekünk, hogy ott volt, vissza akarjuk hívni a Schwarzinak, mi a 6 pontja. Itt tudjuk, hogy interneten fent van, itt mondjátok többen, megtaláltuk, de állítólag tegnap ő mást mondott. Tehát, hogy kicsit kibővítette, egy-két pontot átalakított, azért nem azt adjuk be, hogy mi van interneten, hanem még kíváncsiak vagyunk így élőben, Schwarzi, mit mondott tegnap, hogy mi a sikerének 6 pontja. A 6. pont az, hogy mindig legyen állat Covington, hogy mindig tudjad a 6 pontot. Igen, igen, csak hogy látom az arcát, sűrűn botoxolj. ne hagyd, hogy az idő már megvan. Ne hagyd, hogy az idő eljáron feletted, igen. 7 óra múlt pontosan, 1 perccel jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 7 óra 11 perccel szép reggelt kívánunk. Minden Morning Show hallgatónak már újra hárman. Hello Jani, jó reggel! Sziasztok, jó Feri. Reggel! Hello! Jani meggyógyult, itt van már hosszú gyengekedés, betegség után. Ilyen sokáig nem is voltál beteg, azon gondolkodsz. Soha nem is vagy nagyon beteg, nem sokat hiányzunk betegség miatt egyikünk se, de ez a másfél hét, ez combos, vagy egy hét, nem tudom pontosan mennyi volt ez. Egy, mert ugye két héttel ezelőtt pénteken még voltam, és akkor múlt hét maradt ki, ilyen értelme. Igen. Őszintén mondom, hogy talán gyerekkoromban volt utoljára ilyen, hogy amikor nagyon kicsi voltam. És akkor abban azért benne volt egy kis, hogy hívek hőmérőm, melegítgetés, a radiátoron meg hasonlók is. Belenéztél az első hőkámba, és napokig nem tudtad hova tenni az ott látottakat, és belázasodtál tőle, és azt mondtad, hogy úristen, milyen világ ez? És mire elmúlt a moncsi a bal szemem alatt. Igen, sminkelni kellett még 3 hét után is, hogy be tudjál menni az iskolába. Na, itt vagyunk, nincs túl hideg, ha valaki most indul, nem kell nagyon felöltözni. Legalábbis esőkabát biztos, hogy kell, mert hogy valami esik legalábbis itt Budapesten. Minden esetre az időjárás hőmérsékletileg nem annyira durva. 8 fok volt kora reggel, 5:30-kor, amikor jöttem, szerintem az most már emelkedett, úgyhogy nagyon hidegre nem kell számítani, sőt, mi továbbra is marad ez a tavaszi időjárás, ami az influenzának nyilván kedvez, bár azt hallottuk jövő héten, hogy most már azért levonulóban van. Uh-huh. És átadja a helyét az allergiának, ugye? Igen. Aminek viszont kedvez, hogy megint ez a meleg idő. Egyébként az is örülök neki, hogy most lettem beteg, mert nagyon közel vagyok az Oscar-díj átadáshoz így, és lehet, hogy jóra már elfelejtik, hogy a legjobb drámai mellékszereplőnek járó Oscar azért az nekem járna. Ezután az egy hét után. Ja, az egy hét után? Mint jól hoztad a beteget? Nagyon. Jól alakítottál? Igen. Na, nézzük az SMS-eket. Azt mondja, hogy Kőbánya felső előtt meghalt egy tehervonat, áll a forgalom, Szolnok Nagykát a 60 vonalon, hajni. Lehet, hogy le kéne szállnunk és megtolni a tehervonatot, írt ezt még hozzátéve. 10-es főút kegyetlen, már a kerülő úton is dugó van Üröm felé. Tomika üzente ezt nekünk. Köszönjük szépen. Forró belterületén van egy trafi Miskolc irányában. Jocó üzente M6-os autópályán Pest felé a Tengelici pihenőhely kijáratánál forgalommal szemben mérnek, úgyhogy ott is vigyázzon mindenki. A 10-eshez kitartás már csak 1 év. Gyerek, 1 év és kész van. Ősszel, nem? Vagy tavaly őszre mondták, én nem tudom, mikor mondták. 16. 16. Én úgy emlékszem. Na, mutassuk meg a bejátszót, jó? Persze, mindenképpen. Hogy mire jutottunk, hogy a Janinak volt egy véleményes nem szavacskája, és azt mondtuk, hogy megmutatjuk, hogy ki mondta, nem mondta, és akkor eldöntjük így a sólyom szem alapján, hogy akkor megadjuk Katinak, vagy nem adjuk meg. Sapka sál nélkül megy vissza Londonba, vagy megadja. Meghallgatjuk. Cibakházan hát is tégából vannak a házak, nem? Színes házak vannak. Muti még egyszer. Uh-huh. Hmm. Cibakházan hát azért is tégából vannak a házak, nem? Színes házak vannak. Hétfő van, gyerek. Ez mit jelent? Hogy semmi, nem adjuk meg. Ez hétfő, ez most mi? Hogy hétfő van? Még van 4 nehéz. Igen, még a Janiban még azért benne bujkál a vírus. Adjuk oda. Megmondom, miért adjuk oda. Azért adjuk oda, nem volt ez egy konkrét nem, szerintem. De ha jól emlékszem, vettük már el hallgatótól azért, mert ő is elkezdte, és ugyan nem fejezte be, de szigorúak voltunk, és azt mondtuk, hogy egy nemnél, ha nem, és ott lenyeled a végét, akkor az nemnek számít. Nem mondtad ki a nemet, de szerintem nem, így nem vettük el. Ha vettük el, de akkor rohadtul kellett a pont. Igen, ha vettük el, de akkor nagyon-nagyon kellett a pont.
szerintem adjuk oda. Adjuk oda. Az úgy korrekt. Mert ezek után, ha bárki kimondja, hogy nem, akkor belemegyünk majd ott is egy dejaninál vita, nem mondtam az M betűt, csak azt, hogy ne, tudod, ez egy tovább, tehát inkább a jövőre gondoljunk, mint így a múltra. Így van, szerdán meg már úgyis elvesszük. Ha vesztés állunk, akkor csütörtökön ezt az okszó nélkül megtartjuk magunknak, úgyhogy abszolút így van. Adjuk oda, nem? Adjuk oda. Katikám, ha hallasz még, akkor... Lesz sálsapka. Lesz, megérdemled, igen. Megérdemled magunkat megvédve a jövőbeni veszekedésektől, óvásoktól, felháborodott hangvételű SMS-ektől. Ez szerintem odaadható. Meg nem örülnék neki, hogyha te megjelen a cibakházai kemény mag. Itt az ülői 102 előtt. Az a megjelentés táblák. Igen, sarlóval, kasszával megérkezik mindenki, igen. Úgyhogy... Kati, van egy ajándékcsomagod, már úgy tudsz pizzát kézbesíteni, hogy Klassz FM-es Morning Show sapka sálva rajtad. Mondhatod nekik, hogy hallgassátok ti is ezt. Igen, véleményes a dolog, de jobb az, ha megadjuk. Na, azt mondja, hogy hello fiú, kedvenc hírmondótoknál megszületett a kis újszülött, meg tudnátok mondani, ha igen, gratulálunk a családhoz, Pic úr írja, vagy kérdezi pontosabban. Így van, megszületek. Azt a videó. Megjött Ákos gyermeke, na, vagy Ákos gyermeke. Úgyhogy szerintem már otthon is vannak. Ma van a hazaszállítás, ha nincs semmi bonyodalom. Nem sárgul a gyerek. Vagy már tegnap is, nem? Tegnap már hazavitte. Ja, hát a pénteken jött, két éjszakát vannak benn, már nem kell 4-5-5 bent lenni, igen. Ott szülnek, ahol mi. Kijártam nekik az utat. De rendes igen? Vagy. Ott, ugyanott szültek, igen. Úgyhogy fiú, lány, azt nem is tudom. Fiú. Marcel? Marcel. Marci? Marcel. Az aranyos. Az aranyos név a Marci. Marcel. A Marci, hát Marcinak mondom, az Marci. Hát én már... Marcel meg a Marci nem, az a Márton a Marci, és a Marcel Marcel, nem? De miért Marcel nem lehet Marcinak? Simán. De nem, csak mondom, hogy a Marcel más. Hát vagy lehet olyan viszonyban érted, hát mégiscsak. Csak le marcizhatjuk. Mégiscsak a kollégámnak a fia, ha érted. Hát most ha te nem mondhatod neki, akkor kicsoda. Ti? Aha. Szép. Ez nem volt őszinte. Aha. Ez nem szép. Van a gyerekről is kép? És az anyuka? Aha, az, igen. Jó nagy rőzséje van a gyereknek. Jó, igen. Szép. Ez nem a gyerek, és nem a rőzséje. Igen. Akkor most tettet arra az oldalra. Ez a boldog anya, és nem is értjük, miért küldte ezt a képet az Ákos. Na gyerekek. De nagyon aranyos. Nagyon aranyos kis bébi. Tényleg aranyos. Gratulálunk, Ákos. Kicsit megfogott minket, mert... Hogy? Hát mindenki hát akarni, tudod, azért egy csecsemő. Olyan, ami aztán olyan, hogy bebőgünk egy csecsemőt. Nekem is eszembe jutottak a gyerek előtti idők. Te vagy a legközelebb a kirepüléshez, te vagy a legszerencsésebb. Te vagy a... Neked mindjárt jó lesz. Neked már csak pár év, és tulajdonképpen meg vagy. Na, gyerekek, itt volt tegnap Árni. Árni a saját maga ugye által apostrofált osztrák parasztgyerek, ahogy ő fogalmazott. Én szeretem, hogy ő ezt így kimondja, ezt ő sok helyen el is mondja, és sikernapot tartott az arénában. Most már azért tudunk róla ilyen nyíltan beszélni, nem csinálunk ugye reklámot a rendezvénynek, hiszen ez a dolog lezajlott, és kértük hallgatóinkat, hogy jelentkezzenek azok, akik ott voltak, vagy akár a meet and greet-en is találkoztak Schwarzival. Az 5 kilós meet and greet. Plusz pénzért lehetett fotózkodni Árnival, szponzoroknak, nagy cégeknek, illetve hát magánembereknek, akik kicsengettek elég komoly pénzt, hogy legyen egy Árni fotójuk a kedvenc irodájukban, a kedvenc Stallone fotójuk mellett. Mert hogy álltok 500 000 volt egy fotó Árnival. Hát igen, valahol be kellett hozni Árni árát, azért azt 100 milliót kér, 150 milliót. És ez plusz pénz igen. Neki? Kinek? Ez Árninak, tehát van egy díjad. Nem. Vele lehet fotózkodni, ő azért jön, hogy elmondja, hogy én megérkezem ide, én ezt kérem, nekem ennyi a felépti díjam. Ezt most konkrétan azért tudom, hogy beszéltem a szervezőkkel. És abban ő elmondja, hogy nagyjából mi az, ami belefér. Aha. És azt mondja, hogy belefér mondjuk 50 kattintás. Az 50 kattintás azt jelenti, hogy 50 emberig áldogál neked ott, és akit te mellé raksz, bárkit, azt ő vállalja, hogy ő lefotozza magát. És amikor vége az 50 kattintásnak, szerződésében van, nagyon szabály, konkrétan leírva, nagyon szabályosan, hogy 50 fotó után vissza a szállodába, vacsora ide-oda. És 50 embert te úgy adsz el, ahogy akarsz. Annak, akinek akarod, aha, annyiért, amennyiért akarod, ő abból nem kap, ő fix gázsit kap, és megmondja, hogy abban a fix gázsiban neki mi fér bele. Egy óra utána, fél óra utána, öltözőben fotózkodás, meet and greet, stb. De azért abból ő nem kap. Tehát neki a gázsia a fix, és azt ő megkapja, 3-4 óra a színpadon, egy óra a backstage-ben, meg mondjuk vacsora, akikkel akar, de azt hiszem talán ilyen
nem is volt, visszament a szállodájába. Tehát ő persze, és az úgy néz ki, hogy jön Árni, te odaállsz, és zsebbe leszámolod neki az 500 kiló, belegyűjt a dollár, hát 268, lepörgeted, és bedugod az Árni zakójába, és gyorsan lefotózgat mellette, az fura lenne azért. Nem? Kis aprót teszel mellé, igen. De ez jól hangzik. Az jól hangzik. És hogyha ráfizetsz, akkor megkapod a hetedik pontot is, vagy? Ne, tudsz, az úgy, igazi tuti. Megnyomsz egy 100 dolláros, és fölnyomod az Arni homlokára, és azt mondod, hogy mi a hetedik pont. És akkor Arni elmondja neked. Szóval ő ebből nem kap. Fix bére van. De hogyha ott vagy, és ezt előre el kell neki utalni. Ha 6 pont alapján kezdesz el élni, akkor utána, mit tudom én, már lehet, hogy már ilyen hétfő kettszert a magasságában, ha van belőle mondjuk 7-50-ed, akkor már 2-50-nel beljebb is vagy. Hogy micsoda, ha? Hát érted, ott voltál, meghallgattad a sikerének a titkait, elkezdesz az alapján éldegélni, és akkor már összejön belőle, érted, ki tudja. Mi nem voltunk ott, nem tudjuk, mik ezek a pontok. Nem tudjuk, hogy mennyi pénzt lehet vele keresni. Lehet, hogy azok már mind kőmilliómosok, akik ott voltak. Ma reggel. Ja, hogy ma reggel már, gondolom, dolgoz tudatosan, kejkorán, gondolkoz pozitívan, ma már, akik ezt meghallgatták, ma már megy a vállalkozásuk, és brutálisan milliómosok lettek. Érted. Sajnos nem az önérzállás. No, I'll be back. De a párhuzamok akkor megvannak, mert emlékszel, a Rócsónál, amikor mi megyünk ki települni, Jani, akkor nálunk is van egy ember, aki 50 fotóig vállalt. Igen. Gyerekek, 100 fotóra vagyok kalibrálva. De a szerződésében nagyon komolyan benne van, hogy mit utal nekem a cég évvégén, ha ott maradok még. Tehát gyerek, meg majd 10-kor vége a műsornak, 3-11-ig. Balázs, légy szíves, főszponzor, mosolyog. Főszponzor hányadikén, 101-én? Sajnos nem tudjuk. Sajnos nem tudjuk bevállalni. Na, gyerekek, én azért bírom ezt a Schwarzi gyereket. Ő nagyon jó arc. Szóval, hogy nem egy színész óriás, de amit azért ő elindult tényleg egy osztrák kis falucskából, és azért így ez a self-made man alapon azért ő ezt így megcsinálta saját magát. Jól is házasodott, szerencséje is volt, tehát sok minden kell ehhez szerintem. De innen indult mellőlünk egy osztrák kis falucskából. Nem? És hova jutott el? És tulajdonképpen hova jutott? Tehát az egész világ a lába előtt. Hever, étteremhálózat, üzlet, komplexumok, ingatlan befektetések, Kalifornia kormányzója, hát minden. A Kennedy családban beházasodás, megcsalás, az egy baromi ronda mexikói bejárónővel. Érthetetlenül, tegyük hát hozzá. Az minden idők legdurvább megcsalása szerintem. Egy banja, háromszemű, bajuszos mexikói takarítónővel. Ti láttátok? Hát igen, fura. De hát nem tudjuk, hogy mit tud, hogy milyen képességei vannak. Hát figyelj, oda nagyon jónak kell lenni. Tehát én tudom, hogy... De most őszintén. Jobb, mint egy 1300-as Rovent, amivel porszívozott árnyéknál a perzsa szőnyeget. Tehát hát vagy használta a porszívót. Igen. Is. Mondani, elromlott a porszívó, nem baj, aranyom. Tehát ezt így el tudom képzelni jobb, de az a fotó, hát azért Arni felesége szép. Tehát egy nagyon szépen idősödő, csinos, helyes, 50-es nő. Tehát tényleg jól néz ki, Maria, nem tudom, hogy hívják. Meg hát, ha Arni nem tud megkapni bárkit. Szerintem pont ezért ment rá a rondára. Tehát nekem van egy elméletem, hogyha sok szépet megkapadsz, kell a ronda. Hidd el, hogy ebben van valami. Bármelyik nő rám... Melyik az a típus, amelyiket még nem pipáltam ki? Melyik az? Figyelj, ha modellekkel, manökkenekkel, backstage-ben, nézzét, csajokkal lehet, akkor egy idő után azt mondod, kell a pikantéria. Maria. Igen. Maria, vamos! Vamos, chicos, Maria! Szóval, hát gyerekek, nézzétek meg Arni szeretőjét. Na, van hallgatónk, aki ott volt a napon? Hallgassuk meg, mi Arni titka? Kíváncsi vagyok. Tényleg nagyjából tudom, én ismerem ezt a 6 pontot, meg... Megcsinálod sok ilyen siker előadáson voltam, kíváncsi voltam, hogy ki mit mond, de kíváncsi vagyok, hogy Arni milyen előadó, hogy mondta, mit mondott, és egyáltalán kinek hogy működik azóta az élete. Segít egyébként, ha meghallgatsz egy ilyen hatost? Szerintem nem. Nem? Szerintem nem. És ha betartod? Az igen. Akkor igen. Na ez itt a titka, ugye? Egyébként szerintem igen. Tehát én, ha mindenki fellelkesül és egy napig nagyon csinálja, és utána meg elfelejted ezeket a pontokat, de ha ezeket rögzíted, és gondolati szinten elkezded használni, akkor nyilván igen. Hát csak tehát az a baj, hogy legtöbbjük tök közhelyszerűek. De egyébként a nagy igazságok sokszor egyébként tényleg közhelyszerűek, de tényleg így a spirituális gondolkodás legnagyobb rákfené, hogy a legközhelyszerűbb gondolatok mindig a legegyszerűbb. Csak sajnos a baromi nehéz megtartani. Jó, kezd el, és ne add fel. És így kb. Meg is vagy. De, és egyébként tényleg? Na jó, de mit kezdesz el? Tessék? Jó? Azért az is benne van a hatban, hogy mit kell elkezdeni. Nem kell a hallgató, Anna! Jó, elmondtam. Mondok én is egyet, tessék. Mindig kell korán. Mondja egyet, tessék. Mi az élet? A siker. Gondolkozz pozitívan. Ezeket mondja. Nézz előre.
Az a legjobb. Merre nézek? Főleg, ha idegzsába van, hogy nézel előre. Akkor nem tudsz hátrafelé nézni. Csőre töltve ne randíz. Mekkora igazság. Hát azért az amerikai. Ennél nagyobbat ki tudtad mondani. Igen. Itt van velünk Gábor. Halló Gábor, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Hello Gábor. Szia. Vezet? Vezetek, igen. De nem vagyunk kihangosítón, hál' Isten. De, ne legyetek? De jó, csak nem. Jó a kihangosítót, hiszen egy sikersztoriban vagy benne. Bizony, hát nem, jó nem, azért jó a vonal, csak azért kérdezem. Ez önmagában sikersztori, nem? Uh-huh. Igen. Egy jó kihangosító. Mondani is akartuk egyébként, de milyen magabiztos lett a hangod azóta, amióta ilyen sikeres. De nézd meg, tegnap meghallgatod a Dani előadását, ma már itt vagy a Morning Show-ban. Látod? Szóval, hogy kihangosítóm is egyen jobban működik, mint tegnap. 100-ból egy embernek sikerült. Rengetegen írtak, hogy engem hívjatok, de nem használják jól eléggé Arni tudását. Na, ott voltál az egész napon, vagy csak Arnira mentél? Nem, ott voltam, több előadás is volt, ami érdekes, hogy például Kemény Dénes beszélt az ő szerinte a sikertitkáról, az is nagyon érdekes volt. Hanem is az egész napon, de egy párat meghallgattam. Uh-huh. Arni volt a főszám, ugye? V20 világklassz és vízilabdáz. Arni volt az utolsó? Ő jött utolsónak? Ő jött a végén, igen. Nagy hype volt, amikor megérkezett? Volt, de inkább a beszéde után volt ilyen nagyobb hype. Előtte még egy kicsit olyan csendesebb volt hangulat, meg akkor telt meg még igazán az aréna, addig kevesebben voltak. Uh-huh. Aztán a végére lett lelkes a tömeg, amikor... Annyiban Ardi volt a főprodukció. Mennyien voltak? Teltház volt? Sikerült megtölteni? Hát teljes teltház nem, tehát azért nem volt az, hogy még a belógatott kijelzőről is csüntek az emberek, de... Szerintem egy olyan 3-4 ház volt. Aha, hát azért az nagy szó. 9-9000 ember. Na, mennyit volt színpadon, Arni? Hát szerintem egy ilyen 40 percet nagyjából. Hát, az, hogy idáig elhúzni. Az volt, 3-4 órára szerződött, azt hiszem, igen. Lecsippentett egy 5-öt, nézd már. Olyan fúkarka, elvitt ott 5 percet. 15 percet beszél, 15-ig fordították le magyarra. És vége is volt az előadás. A fotózkodás. Igen. Na, miket mondott? Mesélj, Gábor. Van ez a 6 pontja. Azt most egy picit másképp nyomta le. Régebben egyszerre. Igen, keres egy mexikói takarítólőt. Na, komolyan. Mondod ezeket, Gábor? Mondjad. Kicsit ébredj föl. Az első az volt, hogy have a vision. Legyen egy vízió előtt, az egy vágyad, egy elképzelésed, amit meg szeretnél valósítani. Bár egy picit have a vision. Így van, megvan egy. Tehát, hogy legyen egy vágyad, igen. Tehát, hogy gondold el, hogy mi az, amit szeretnél. Aha. Igen, legyen célod, én ezt így mondom. Ez a legfontosabb, mert hogyha nincsen cél, akkor nyilván nem fog tudni miért dolgozni, és akkor meg... sosem fogod elérni. Uh-huh. Nagyon fura, mert a Feri jegyzeteli kezdett, a Jani meg két mellett rajzolt a papírra. Így van. Hát az a... Mert nekem megvan a vágyam, én csak most ráerősítem. Nagyon fontos. Mert viszont húzok még rajta kicsit, hogy 110-es legyen. Második? A Jani készen áll, második. Igen. Trust yourself. Aha, tehát, hogy bíz magadban. Ez Balázsok már jobban megy, Janiak még kevésbé. Fontos, egyébként igen, az önismeret, uh-huh. az önbizalom, és ez nem nagy képűséget jelent, hanem hogy az embert ne tántorítsák el a céljaitól. Várjál, én félúton vagyok, mert én viszont hiszek Balázsban. Nekem az is elég, én meg ebből élek, hogy mások hisznek bennem, úgyhogy nekem ez nagyon jól működik. Oké, de hogy trust yourself, oké, ezt így elmondta, de mit tett hozzá? Tehát az, hogy bíz magadban, hogy ne hagyd, hogy eltérítsenek az útról, hogy ne fogadd el a kétkedők szavát, hogy folyamatosan meg egy kicsit azt is, hogy szeresd magadat, bízd magadban, mert hogyha, tehát ez ne legyen egyenlő az önimádattal, tehát nem erről szól a történet, viszont ha nincs önbizalmad, meg nem hiszel benne, hogy te a kitűzött célt el tudod érni, akkor nagy valószínűséggel nem is fogod elérni, tehát inkább ez a vonal volt az, amit ő próbált nyomni. Igen, azért nehéz ezt egyébként így átadni, mert erre sokkal legyintenek, hogy mekkora közhely, és egyébként, ha ott vagy egy vállalkozás elején, ha ott vagy a nagy álmod megvalósításánál, ha van valami, amit szeretnél, és egyébként ezt tényleg, ha nem így csinálod, és nem kőkövön viszed át, és hiszel benne, és tudatosítod, és teremted meg minden nap fejben azt a dolgot, amit te szeretnél, az valójában akkor nem fog létrejönni. Tehát a nagy közhelyszerű dolgok egyébként sokszor a legigazabbak valójában. Van benne igazság, nyilván abszolút. Ugyanakkor közhely akkor, ha én mondom, de ha Arnold Schwarzenegger mondja, akkor... Én akkor még fizetek egy csinálat. Na jó, de van mögött egy olyan életút, hogy azért elhiszed neki, nem? Hogy lehet, hogy ő úgy edzett minden nap, egyébként az Utama csúcsra könyv zseniális, hogy közben ő már fél lábbal nyilván tudatilag Amerikában volt, mert tudta, hogy
hogy ezzel be fog futni, és ott jönnek el nevére is mondták, hogy ezzel a névvel ő a büdös életben nem fog befutni. Igen, hogy meg kell változtatni, hogy változtassa meg. Ezzel te nem csinálsz karriert. Nem csinálsz karriert. És a Pali azt mondta, hogy dehogy nem, ezzel a névvel fogok karriert csinálni Arnold Schwarzeneggel. És hát megcsinálta. Mit mondott még Gábor? Volt egy olyan pontja is, hogy don't listen to the haters, tehát ne hallgass azokra a károgókra, hogy akik így vissza akarnak húzni téged, hogy hát neked úgy fog sikerülni, hát nem értette a politikához, mit akarsz te politizálni, aztán mondta nekik, hogy rendben, lehet, hogy nem értek a politikához. Ugyanakkor van egy csomó politikusunk, aki megért a politikához, de boldogak vagytok azzal, ahogy ők dolgoznak? Ha igen, akkor szavazzatok rájuk, ha nem, akkor meg szavazzatok rám. De és két hónap múlva ő lesz Kalifornia kormányzója. Igen. Úgyhogy ezt a példát hozta. Ez meg tulajdonképpen csak annyi, hogy a lehetetlent, hogyha mások azt mondják, hogy hát ez úgyse lehetséges, ne foglalkozz vele, ha te hiszel benne, akkor csináld. Aztán előbb-utóbb menni fog az. És tényleg, amit az előbb kezdtetek mondani, hogyha ezt így most csak így kiragadjuk, és azt mondjuk, hogy itt vannak ezek a pontok, ez rendkívül közhelyes. Igen, elolvasod, és utána elmész enni valamit. De ha ezt minden nap gyakorlod, és csinálod, igen. És vannak terveid, akkor működik, persze. Amikor egy Kevin Dénes szájából hallasz ilyesmit, vagy egy Schwarzenegger szájából hallasz ilyesmit, akkor azért egy picit más értelme van, mert nekünk már ez működött, meg ők megcsinálták, és tudta sikert elérni. Tehát ezért volt érdekes ez a tegnapi nap, és szerintem sem több, sem kevesebb nem volt ettől ez az egész, mint hogy valaki, aki kitűzött egy célt, ami másnak esetleg lehetetlennek tűnik, elérte, és elmondta, hogy neki hogy sikerült. Persze ez nem garantálja, hogy az, aki meghallgatta, az ugyanígy sikeres lett. Nyilván van még egy csomó hozzáadott dolog, a szerencséje, a házassága, az első film szerepe, tehát biztos, hogy önmagától nem. Ez nem. Meg a mexikói takarító. Hát, és hát gyerekek, Juanita, vagy nem tudom, hogy hívják, a borzadály. Igen, az ínyencek kedvéért. Mit mondott még? Mi volt még, amit említett? Volt olyan pontja, hogy there's no plan B. Ne legyen B terved. Ha van is B terved, akkor az mindig csak arról szóljon, hogy az A tervet hogyan valósítsd meg. Tehát ezt is értem, hogy miért arra, mondja. Ha van B-terved, akkor nem arra, működik az A-terved valószínű, nem? Igen. Nem hiszel benne eléggé. Tehát sose készülj arra, hogy majd kell egy második terv, mert akkor az csak annyit jelent, hogy már arra készülsz, hogy az A-terved nem fog működni valamilyen. Van benne valami. Nyilván nem arról van szó, hogy az ember dolgozik valahol, és több lábon szeretne állni, akkor azt elveti, mert nem hisz a munkájában, hanem hogyha te tervezel valamit, és közben már vagy másik alternatíván gondolkozol, akkor valószínű magadnak sem hiszed el, amit te tervezel. Plusz megosztja a figyelmedet. Megosztja a figyelmet, még nem hiszel eléggé az A-tervem. Tehát azt mondta, hogy ha nem jön össze, na most ha így nyitsz, hogy ha nem jön össze, akkor azt már megette a fenem. Nem mond hülyeségeket. Van ebben valami. Ez volt az ötödik, ugye? És akkor van még egy? Hát nem számoltam, de volt egy olyan is, hogy szerintem még kettő van. Kettő van. Uh-huh. Volt egy olyan, hogy work your ass off. Ez, dolgozz rongyosra a hátsódat. Talonképes fordításban. Hát ezzel meg nehéz vitatkozni, mert nyilván most sok munkát azt nem lehet megkerülni, hogyha valamilyen eredményt szeretnél, legyen az bármiben is. És ő ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy azt a sztorit hozta elő, amikor elkezdett a testépítésért, vagy hát a Mr. Universe, vagy nem is olyan, mi volt ő. Olimpia. Mr. Universe is volt, de Olimpia. Mr. Olimpia sok minden nyert. Mr. Universe az amatőröknél. Szóval elkezdett ezért dolgozni, akkor mondta, hogy ő igazából nem a súlyokat emelgette, hanem az volt a szem előtt, hogy a trófeát emeli fel, és emberek százai éjjeleznek, meg tapsolnak neki abban a pillanatban, és így ő mindig a trófeát emelgette, nem is a súlyokat, és ezért tudott még többet dolgozni, meg számára példa volt a Mohamed Ali, akitől megkérdezték, hogy hány felülést csinál, és mondta, hogy nem tudom, mert csak akkor kezdem számolni, amikor már fáj. Aha. És ő is megpróbált ennek megfelelően sokat dolgozni. Érdekes. Jó, és akkor van egy utolsó pont. Hát az meg a legszimpatikusabb. Nincs 51. fotó. Igen, visszamennék a szobámba. Az volt, hogy az 51. a dupla áras. Igen. A give something back. Adj vissza valamit annak a közösségnek, ahonnan érkezés, ne felejtsd el, hogy honnan jöttél. Tehát ő is, amikor mondta, hogy amikor politizálni kezdett, akkor is végképp, vagy főleg ez debegett a szem előtt, hogy olyan problémákat próbáljon megoldani, ami az államban, akár a legkisebb közösségekben is
a gyerekek oktatásával kapcsolatos, vagy bármi olyan, ami egy adott közösség számára fontos, és problémát jelent, ilyenekkel tudjon foglalkozni, és ezeket meg tudja oldani. Tehát mindegy, hogy milyen formában adsz vissza a közösségnek, nem feltétlenül kell a pénz, vagy tárgy, vagy egyéb legyen, csak valami, ami a közösségnek jót tesz, és szüksége van rá, azt tedd meg, ha meg tudod, és lehetőséged van rá. Na, szimpatikus. Egyébként tényleg szimpatikus. Igen, igen. És hogy érzed, jobb lett az életed? Mert itt a beszélgetés alatt nem hallottuk a csippanást a SMS utalásokról. Egész másképp keltem másfelem a reggel. Ugye, teljesen egy új ember lettem. Igen, teljesen. Mondtad, hogy fölkelti nyújtózkodtál, és azt mondtad, hogy ma felhívom a Baliékat. És látod. És meg összejön. És nézd meg, és itt vagy. Adás ma vezetni fogok, pedig nincs jogsik. Holnap, ha lenne egy előadás, akkor lehet holnap után már még én ülnék ott valamelyik ültök helyett, de hát ez még nem. Még várni kell. Elolvasod a könyvét, egyébként jó, mert több önéletrajzi könyve is, ami van az Utam a csúcsra, hasonlókról beszél benne, tényleg jó egyébként. Jól van, na hát nagyjából ezek a pontokra számít az ember, így van, igen, amik tényleg elsőre közhelyszerűek, aztán az ember álljon, hogy mindig ezekben a nagy közhelyekben van a legnagyobb bölcsesség, a legnagyobb egyszerűségek közben a legnehezebben megvalósítható és élhető dolgok, amiben brutális filozófiai magyarázatot kapsz, a sokkal egyszerűbbnek, meg kevésbé közhelyesebbnek tűnik, ám mégis ezek az egyszerű dolgok működnek. De nem mindenkinek működnek kell igazán. Mondjuk 6 pont ehhez, mert valakinek elég mondjuk 3 is, például mit tudom én, Réka Andi bukta. Réka Andi batyu. Igen. Gábor, köszi, hogy elmondtad. Vigyázz magadra. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Ciao. Hello. Sziasztok. Szia. Hello. További sok sikert. Most igazán sok sikert. Na, beljebb vagyunk. Jobb ez így? Vagy mi kell ahhoz, hogy akkor még jobban? Nem, jó. Hát, politikusként egyébként őt vitatják, hogy sikeres volt, vagy nem. Hát de... azért ott azt hiszem, hogy 2 ciklus. Tehát, hogy azért 8 éve keresztül ő volt az első ember. Meg az eljutás. Tudom, tehát, hogy egyáltalán idegenként megválasztották, igen. Szerintem az már önmagában sokan a siker. Sokan pedzegették, azt... hogyha ő mondjuk nem osztrák állampolgárként születik, hanem ugye amerikai, akkor eljutott volna-e mondjuk az elnöki posztig. Ha volt egy olyan terv is, hogy... sikerült. Volt egy olyan terv is, hogy kiveszik ezt a paragrafust, hogy nem lehet csak született amerikai állampolgár. Schwarzi kezdeményezte. Így van, ő kezdeményezte. Jó, de volt egy ilyen. De nem volt elég pénz és halálos fenyegetés. És mondták, hogy a kongresszusban, hogy nagyon szeretnénk Schwarzi kezdeményezni, hogy kicsit lazuljál vele ebbe a dologba. Ezt azért annyira ne erőltesd, igen. Láttátok Arni szeretőjét? Megnéztétek a képet? Na, feltesszük a Facebookra, se felejtek. Feltesszük a Facebookra, hát egy komoly autóbaleset után nem nézel így ki. Na, de az tényleg nagyon kemény a kis debreceni, vagy debreceni. Na, hopp, valami. A félig debreceni, félig mexikói születésű takarítónéni, igen. Hát gyerekek, Schwarzi ínyen. Nem, ez nem debreceni, ez inkább lecsókolbász. Érdekesen néz, igen. 7:30 múlt, pontosan 7 perccel. Jövünk mindjárt a játékkal, Oven bácsival és Beru nénivel játszunk, ha valaki szeretne velünk játszani, jelentkezzen SMS-ben. Van egy közlekedési hírünk is, trafi Debrecenben, a Balmazújvárosi úton, az autószalonnál, ezt Bazsi küldte nekünk. Jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:48 lesz pontosan. Egy perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hétfő van, kicsit borús az idő, ha valaki most indul, nagyon nem kell felöltözni, legalábbis nincs nagyon hideg, viszont esik az eső, vagy valami szemerkél még mindig itt Budapesten. Baleset történt a 81-es úton, 3 autó ütközött Kisbér és Mór között, óvatosan menjen mindenki itt a köd miatt, az utolsó pillanatban tűnnek csak elő, ezt Arnold írta nekünk. Na, köszönjük rendes, szépen, még köszönjük. Itt van ezek szerint. És milyen egészen. És a 10-esen autózik. Kiment megnézni, igen, a 10-es úton. Trafi Debrecenben, a Balmazújvárosi úton, ott is figyelje mindenki, és Kőbánya felső előtt meghalt egy tehervonat, késnek a vonatok, áll a forgalom a Szolnok, Nagykát a 60 vonalon. Igen, többen írják, hogy nem tudják, hogy mennyit kell várni. Na. Arról egyébként szerintem még mindig az a kategória, aki egyszerűen nem tud az emberek közé menni úgy, hogy ne ismerjék fel, hogy ne támadjon körülötte csődület, hogy ne állna meg az élet. Nagyon kevés olyan filmsztár van, az egyik ilyen kivétel szerintem, mert sokat látok róla. Igen, fotókat, igen, és Lorenzo Lamas. Igen, és Gojko Mitic. Velük lehet találkozni az utcán, úgyhogy gyakorlatilag sehol nem áll meg a forgalom, de ha megáll, akkor nem miattuk. A Keanu Reeves például ilyen, aki rendszeresen utazik
a New York-i metron, és tömegközlekedést preferálja, mondjuk az autós közlekedéssel szemben, és nagyon jól el van. És itt az emberek annyira hozzászoktak a jelenlétehez, hogy nincsen igazából körülötte ez a hatalmas csődöt, pedig ugyanúgy világsztárról beszélünk, mondjuk, mint Arnold. Annyi, hogy fura, mert egy Walmart-os szatyoron a fején, és két pici lyuk. És két lyuk a keresztül látják, minden reggel egy csáv utazik a metron. És a teljesen nyugodtan tud utazni, egy szatyoron a fején. Igen, vannak azok a filmsztárok, akik valahogy beleolvadnak, és így nem tűnik föl senkinek. Nem is tudom, Judy Dench, vagy nem tudom, kiről láttam szintén, hogy ott metrózik, és béké hagyják, és hát vannak a nagyon nagyok, akik viszont tényleg nem tudnak elmenni sehova. Tehát Arnit egy metrón azért valószínűleg szétszednék. Egy Brad Pitt, szerintem úgy érez a kategória. Hát igen, ő se nagyon, igen. Na, megnézzük, hogy ki a játékosunk. Mert hogy oké, hogy Arni, meg Brad, meg nem tudom, de van egy Owen bácsi. Itt várakozik Owen bácsi Berunéni, hogy játsszunk már is valakivel. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Owen bácsi és Berunéni a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Hello, ciao, hogy szia. Hívnál? Judit. Hello, Judit. Judit, honnan hívtál minket? Szombathelyről mit csinálsz? Semmit, pihenek, éjszakás leszek. Na, éjszakában, mit csinálsz majd akkor éjszaka? Dolgozok. Na, a kérdés arra vonatkozott, érted, hogy feladom. Mire, mit? Mit, szektorvezető vagyok. Aha, már... bejebb vagyunk a szektorvezetővel. Uh-huh. Szombathelyi szektorvezető. Így van, egy autógyárban. Ja, na, hát ennyi, ezzel kellett volna kezdeni. Autógyárban dolgozom szektorvezetőként. Titok ez, vagy félsz elárulni, vagy? Igen. De miért? Mindenki felismer. Uh-huh. Mi, szerinted így? Ha még egyszer beadsz egy olyan játékos, aki nem mondja el, hogy akkor levágjuk Zsűl jobb kezét. De nem az annál, tehát a Zsűl szegény. A Zsűl balvesét kiszedjük, jó? Tehát nem játszott olyan játékos, aki nem beszél, több mondatokban válaszol, és nem mondja, hogy mit csinál. Mert mi ciki vagy egyébként? Miért baj, ha felismernek? Tehát a hangod alapján... Ha nem sikerül, akkor ciki. Hát ez egy játék életem. És nekem játszod egy kollégám rádióban, ha nem mondaná, hol dolgozik, és a hangi alapján megismerem. Tehát téged nem azért ismernek meg, mert elmondod, hogy hol dolgozol, hanem mert azt mondják, hogy jé, hát itt van, hallottunk reggel a rádióban, Judit, játszottál. Hát te voltál, megismertük a hangodat. Tehát, hogy... Judit, szia, itt az Anna, azért nem értem ezt, hogy akkor miért jelentkezel? Megfenyegettelek, hogy mondd. Megmondtam, hogy beszéljél rendesen. Itt vagy, Judit. Na, látod, most leszúrunk téged, de most jó, beleszaladtál. Hát akkor nem kell játszani, hát ez egy országos rádió. Több millió ember hallgat. Hát tudod, a jelentkezés pillanatában, ha ki leszel választva, akkor ez van. Bizony. Ki lettél választva? Ki te vagy a kiválasztott? Ki választott? Mire ne kérdezzünk még rá, Judit? Mi az, ami még titok? Nincs titok. Aha. Van titok? Nincs titok. És mit csinál egy szektorvezető, vagy egy részlegvezető, vagy ez mi a feladat? Na kérem, azt csinálom, hogy villanyszerelőért megyek, hogyha gond van a soron. Megnézem, hogy az operátoroknak minden rendben van-e valami kérésük. Aha. Megnézem, hogy normáznak-e, meg ilyenek. Tehát felügyelsz bizonyos szektorokat, igen. Így van. Uh-huh. Hát talán ezért is vagy szektorvezető. Nem okosan tettem azért össze. Szerintem egy nagy pont a végén. Ügyesen összetettem. Jó vagy, Judit, nem kínzunk tovább. Jó, mutatjuk, mit csinál Owen bácsi Berunéni. Jó, figyelj. Valami, nem tudom. Zsúfolt helyen vannak. Uh-huh. Metró ez vagy mi? Nem, szerintem ez egy bevásárlóközpont. Igen. Üzem. Na, az lesz? Az üzem? Hát ez van, biztos? Legalábbis odaírva, ez uh-huh. a fájlnak a neve, hogy üzemzaj. Na, mutatjuk, mit érdekelnek. Figyelj, Judit! Ajjajjajjajjaj. Ja, megvan! Megvan! Lehet-e én már tudom. Még egyszer? Persze, figyelj, mutatjuk. Nem magyar. Nagyon jó vagy. Mm-hmm. Jó vagy. Nagyon. Ezt most nagyon-nagyon áll. Figyelj, mutatjuk még egyszer. Hallgass meg. Na, következő tipp. Hogy nem magyar. Hosszabban lehet. Most mondasz, hogy külföldi. Hosszabban, igen. Mutatunk, hogy erről be fog ugrani. Figyelj, meg fogod ismerni. Na.
Minden rádió ezt játszott. Ott. Mit mondtál? Big. Elfogadjuk. A világ egyik legbugyutább slágere, de tényleg, ez szörnyű. És magyar érdekeltsége van. Hát egy picit így van, ugye? Dobrádi hát kollégával odaértek. Egy darab, igen, duetteztek egy darabig. Igen, duetteztek a színpadon Alban is. Alban is, életben is. A színpad mögött is. Judit, van egy ajándékcsomagot bögre nélkül, azt kivettük ezért. Köszönöm szépen. Nem? Nem mondtad jól a címen, de elfogadjuk, Big Big Bird, ez volt a dal címe, hogy ja, Emilia. Igen. Emilia énekelt, aztán volt még egy sláger, az már nem ütött akkor át, és aztán el is tűnt. Emilia legalábbis azóta nem nagyon hallott. Dolgozik a harmadikon. Igen, 10 évente egy sláger, egyébként jó arány. Meg vagy belőle. Judit, köszi a játékot, küldjük neked az ajándékcsomagot. Köszönöm szépen, ciao, hello. Na, például az Owen bácsit alakító színész mellé biztos, hogy le tudsz úgy a metron, hogy nem jössz rá. Az ez mennyire kellemetlen lehet, nem? Volt sokáig, hát igen. Nem volt sokáig szerepben. Igen. És hogyha ha mondjuk beugrik valakinek, akkor elsősorban egy elszenesedett holttestű. Ott az megfelelő. Nem jössz rá ott a metron New Yorkba, hogy éppen honnan is találja maga nekem. Találja ki, ki vagyok. Ugye így nem. Na és így? És hagyat fekszik, és... Úgy már könnyen, igen. 3 éve nyáron találkoztam Keanu Reeves-el a Váci utcában, van vele közös képem, és hatalmas élmény volt, közvetlen és jó fej. Én kiszeltű, de 6 pontjára lennék kíváncsi, hogy Rob küldte nekünk. Az is működhet. Igen. Azt mondja, hogy... Igen, mindenhova menj el, ahova meghívnak. És ahova ne oda is. Vegyél föl egy feltűnően ronda ruhát. Igen, és tedd ki nagyon a mellett. A többit pedig igen. És vigyél magaddal valami félbolondot. És add el, hogy ő a pasi. És adj ajándékba egy bugyit Sylvester Stallone-nak. mindig legyen a hónod alatt 4 2018-as naptár. És legyen egy közös kép a lányodról. Na, pont ez az érdekes, hogy ezen most... középen a szemöldöködet, ha már egy kondott keselyű is fészket rakhat. Hogy ő most erre nem ment el, mert a két nagy közül, ugye volt egy harcas a Schwarzi meg a Stallone között, és Stallone-nak adott bugyit. Hogy nem most nem álltott az előtt, a csarnok előtt, hogy Arnold, hoztam neked is. Nem, mert már ezt a kategóriát is kipipált az Arni. Ja, igen, mert meg volt neki ez a... Nem hiszem, hogy erre elment volna egyébként. Na, folytatjuk a hírek után. Egy érdekes kísérletet végzünk majd, hogy nagyon sokszor hallja azt az ember, hogy különböző építkezéseken különböző bombákat találnak. Ugye, amikor utat építenek, autópályát építenek, vagy akár csak házakat bontanak le, akkor azt hallott, hogy találtak egy második világháborús bombát, és hogy ahhoz senki ne nyúljon, kivonultak a tűzszerészek hatástalanítani. Vendégünk lesz majd Vörös Mihály főhadnagy, aki hát hoz nekünk különböző dolgokat, és azt fogjuk szimulálni, hogy mi történne, ha mi lennénk ott az építkezésen. De jó. De éles? Abszolút. Hát persze, hát annak van tétje. Zseni vagy. Itt. Ez egy rádióműsor felé értelem, a hitelesség a legeslegfontosabb szempont. Nem mondod, hogy már egy hatástalanított bombát fogunk itt hatástalanítani újra. Szóval, hogy hoz nekünk mindenféle finomságot, amit találhatunk akár építkezésen, és az lesz a feladat, hogy mi ezt hatástalanítjuk. Dugjuk el. Dugjuk el most egy építkezésen. Dugjuk el a Titusz irodájába, hát ha megtalálja. Hogy megpróbáljuk hatástalanítani. Titusz, oda ne lép, oda ne lép, mi van itt? Nem, ott nincs semmi. Ez itt igen. Szóval megpróbáljuk hatástalanítani. Azt mutatja majd meg, hogy ő telefonon keresztül mit tud nekünk elmondani, vagyis elfordul majd, mi leírjuk, hogy hogy néz ki, amit találtunk, és mit lehet vele csinálni, hogy kell hatástalanítani, ezt fogjuk majd szimulálni. De jó lesz. Ez egy érdekes kísérlet egyébként. Ugye láttunk sokszor filmekben ez a piros forra, mit tudom, sárga madzag, rózsaszín madzag, ilyet nem tudod hozni. Mi van, ha zöld? Ha azt kell elvágni? Ugye? Hát akkor kapaszkodni kell, igen. Pirosan egy kékre, hogy felkészül, és kiderül, hogy az egyik zöld. Akkor mi van? Akkor nagy szarba vagyunk. Olyanjuk is volt, olyan, hogy piros számok mennek vissza, 5, 4. Ne, azok amerikai, főnök. Azok amerikai filmekben vannak inkább. Nyilván nem arról van szó, és itt hangsúlyozik is, hogy a tűzszerészek hosszú évekig tanulnak természetesen. Hát ez egy iszonyat. És nem arról van szó, hogy most egy óra alatt mi kiképezzük magunkat, csak kísérleti jellege megnézzük, hogy mi lenne, ha mondjuk, nem tudom, lakást felújítanánk, kertet ásnánk, és ott találnánk egy ilyen bombát. Nyilván az az első mondatuk egyébként, hogy ne nyúljon hozzá, megyünk, de persze. Azért jó, ha tudjuk, hogy igen. Mit kell csinálni. De a mi mondatunk meg, hogy nem nyúlunk hozzá, de az anyosom már ráállt. Leléphet-e róla? Tudod, tehát innen indul a hatás, és nagyon fáradt, le akar ülni. Tudod, hogy tartod rajta? Mit kell csinálni? Nekik olyan hihetetlen lexikális tudással kell rendelkezniük, ami egyszerűen tényleg ilyen
ilyen civil aggyal szinte felfoghatatlan. Nekem volt már részem abban lehetőségem rá, hogy tűzszerész alakulatnál vendégeskedtem, és az oktató termék az gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy fegyverraktár. Nyilván rengeteg hatásnál ötött fegyver, gyakorlatilag az összes Magyarországon használt, elpufogtatott, lerakott, ellőtt, robbanó eszköznek, nekik ismerjük kell minden egyes csínyát, bínyát, minden egyes részletet, ahhoz, hogy hatástalanítani tudják, hogyha találkoznak vele. Ott nem mondhatod azt, hogy hát ez nem hát ezért rosszul jelent, nekem ami kiképzik őket, igen. Na, szóval, hogy ezzel folytatjuk a hírek után, 4 perc van, pontosan 8 óra. Na, bum. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap felett hangzik a szád, a zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a meló. Show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 10 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello, drága Morning Show hallgatók, itt vagyunk egy jó kis Take That után. De jó de volt ez annak idején. Egy jó kis hiányzott egy hétig, mi? Már vártad, hogy meghallgathass? Ez a... Aha. Tégre, ez a fantasztikus lágerét. Budai alsórakpart Rákóczi és Petőfi híd között elesett, Melinda, drága vagy, köszönjük szépen. Aztán azt nézem még, hogy kicsit kevesebb ma a közlekedés, ha valaki lát, hall, tapasztal valamit, küldje, hogy tudjunk segíteni. Jó, most történt baleset a 4-esen, az Abonyi elkerülőn, a 81-es kilométer kőnél, rendőrmentő még nincs, ezt Süsü küldte nekünk. Aztán a 81-es úton három autó ütközött, Kisbér és Mor között, nagy a köd, úgyhogy nehezebb őket észrevenni. Ott is mindenki figyeljen, köszönjük szépen. Igen, ennyi. Tulajdonképpen tényleg nincs sok, vagy minden rendben van, vagy még sokan alszanak, vagy nincsenek még az utakon. Na, micsoda Arné sikernap 4,5. pontja, ja? Jó, igen, ja, jó, szerelmeskedek a hallgat. Szóval, amivel mi most foglalkozunk, az egy olyan eset, ami akár a jövőben meg is történhet, ugyanis bombahatástalanítás lesz majd itt a Morning Show-ban. Ugye nagyon sokszor halljuk, hogy építkezéseken különböző második világháborús bombákat találnak, azt próbáljuk majd modellezni, hogy mi lenne, ha mi építkeznénk a kertünk, házunk végében, és találnánk... Simán előfordulat. Igen, egy második világháborús bombát. Sajnos az, ami az amerikai filmekben van, hogy piros vezeték, narancssárga vezeték, zöld vezeték, kék vezeték, az ritkábban fordul elő Magyarországon. Minden esetre mi kipróbáljuk, hogyha előveszünk egy olyan bombát, amiről nem tudjuk, hogy milyen, benyúlunk egy zsákba, kivesszük, megpróbáljuk leírni, akkor mit mond a szakember telefonon keresztül, hogy mi ezt hogy hatástalanítsuk. Nyilván ez nem egy életszerű helyzet, nyilván humorizálunk, nyilván sokszor elmondjuk majd, hogyha valaki ilyet talál, ne a Morning Show-ban hallottakra támaszkodva, próbálja hatástalanítani, igen. Mit mondott a Balázs? Kopogtasd meg a végét. Igen, mi volt a Baliéknál egy héttel ezelőtt? Józsi, gyere már ide, mi ez itt, nézd már meg. Szóval ezt így ne. Viszont megnézzük, mégiscsak azért egy vidám ébresztő műsor vagyunk, hogy mi lenne, ha találnánk mondjuk egy orosz repeszgránátot. Igen. Uh-huh. Hogy írjuk le, hogy festjük le, mit tudunk vele csinálni? Hát én a biztonság kedvéért mindenképpen átvinném hozzátok nektek, mert egy kicsit nagyobb a telketek, mint a miénk, és ott akkor nyilván ott a kár is mondjuk ezért kisebb lenne, meg elsősorban ugye nem a mi ingosságainkban következik, hanem az a hozzáesemény. A hozzánk áthoznád a kert, az úgy néznek, hogy felrobbannál vele az 51-es villamosot. De nem a balékod, bam! És ez a villam az akár korrekt, egyet. Mert a ők is elszállítják, tehát nem a helyszínen robbantanak, érted? Tehát hát a Jani jó gondolkozik, hogy átviszi egy nagyobb területre. Bizony. Ez nagyon jó gondolkodás, igen. Hát, ilyet találsz, fog meg, vidd át a szomszédot. Ahol nagyobb a hely, ad robbanjon. Kérd meg Felit, vigyá át hozzánk. Igen. Gyerekek, hogy kell a honvédségnek megbánnia, hogy elengedte hozzánk Vörös Mihály főhadnagyot című rovatunkat? Hát, már ha valaki hallja egy szaktekintélye a műsor, már így fogja fejlődni. Misi, miért vállalt? Miért adtuk oda az emberünket? Mert ezután hogy fog nyilatkozni majd komoly médiumoknak? Arra kell gondolni, hogy a honvédséget is, meg a honvédelmi minisztériumot egy kicsit közelebb hozzuk az átlag hallgatóhoz. Próbálom menteni a következő 20 percet, mert hogy azért itt nagyon sok komoly dologról nem lesz szó, de mégis próbálkozunk. Vörös Mihály főhadnagy,
Erőt, egészséget! Köszöntelek titeket, örülök, hogy újra itt lehetek köztetek, és hallgathatom ezt a reggeli felemelő csevejt. Igen, hát nyilván ti ezt kicsit máshogy gondoljátok, meg nyilván ti nem így gondoltok egy bombára, mi azért a félig meddig komoly dolgokat próbáljuk szórakoztatóvá és fogyaszthatóvá tenni, 20 percig tudnánk egy orosz repesz gránátról komolyan beszélgetni, csak 3 perc után elkapcsolnának. Próbálok finoman megágyazni magunknak, hogy mire készüljél itt a következő negyed órában. Valószínű, hogy maga az a szakanyag, amit mi tanulunk, mi beszélgetünk róla, az teljesen száraz és érthetetlen egy civilnek a szemszögéből. Hát igazából ahhoz, hogy biztonságosan tudjuk ezeket szállítani, szerelni, mint vagy ahogy az előbb a villamoson berakni egy hátizsákba és elvinni egy másik területre. Mi igazából ilyenekre nem vállalkozunk, és nem is javaslom senkinek, de hogy halljuk, ezt megpróbálja. De azért viszont, halljuk, hogy ilyesmi előszokott fordulni. Viszont előszokott fordulni, ugyanis nekünk is van olyan terület, van olyan esetlegesen Batthyány térkelős közep, ahol nem igazán örülnének neki az emberek, hogyha lerobbantanánk a fél kerületet, ezért megpróbáljuk olyan biztonságos állapotba hozni, hogy át lehessen vinni a Kossuth téren. És el lehet vinni egy olyan el lehet vinni egy olyan területre, ahol igazából már a robbanásnak a káros hatásai nem fogják se a környezetet, se pedig az állampolgárokat. Biztos jó embert hívtunk, egy búvár van a mellkasán, csak szólok. Nézd meg. Búvár? Hát egy búvár, egy búvár. Egy búvár. Hát te nem robbantasz, te búvárkodsz. Víz alatt robban. Lehet, víz alá viszitek. Balázsnak igaza van, tehát nagyon sok esetben van olyan, hogy nem szárazföldön találunk eszközöket, hanem hajózási útvonalon, hídlábánál. Hoztam is egy olyan gyújtószerkezetet, amit az északi összekötő híd lábánál az egyik 250 kilós bombából szereltünk ki. Ezt tudjuk, a Ferje vele próbált rágyújtani az előbb éppen egy cigarettát. Működött. Kicsit kormos az arcom. Az igaz, hogy ti azt mondjátok, hogy minden tűzszerésznek megvan a maga bombája, és vagy találkozik vele, vagy nem. Tehát, hogy ez köztetek egy ilyen tulajdonképpen kimondott, vagy ki nem mondott dolog? Így gondoltok ti a szakmátokra, hogy mindenkinek megvan a nagy? Igen, mert igazából bármennyire is képzi magát az ember, bármennyire foglalkozik a dolgokkal, több százezer olyan eszköz van, amivel találkozhat egy tűzszerész élete folyamán. Megpróbál mindig a legjobb szaktudása szerint, legjobb érzékével hozzáállni ezekhez az eszközökhez. Hát sajnos előfordulnak azok az esetek, amikor sajnos a szerencse se segít. De ezt tudod, hogy melyik a te bombád? Nem. Vagy azt nem is lehet nem, tudni? Az nem is feltétlenül nagy bomba. Ez nem feltétlenül nagy, tehát lehet egy 82 mm-es aknavetőgránát, amit majd fogtok látni, vagy akár egy kisebb lőszer is, ami esetlegesen rossz gyártási folyamat közben, vagy pedig olyan sérülés miatt, ami úgymond nem látható kívülről, el fog működni. Ezért is hordunk állandóan védőfelszerelést, próbáljuk úgymond minimalizálni a robbanás és a lőszereknek a káros hatásait, hát van olyan sajnos, amikor már ez se segít. De ne a tragédiákról beszéljünk inkább, hanem a jó dolgokról. Már úgy jó dolgokról, hogy például ilyen játékot, mint amit mi most játék idézőjelesen mondom, amit mi fogunk most játszani, hogy húzz egyet, és tudod-e hatástalanítani, ezt nálatok játsszák? Igen, tehát többszintű a tűzszerész oktatási rendszerünk, ezt az első és másodosztálynál szoktuk eljátszani, hogy van egy adott lőszer, vagy húz egyet az illető, vagy leveszünk egyet a polcról, és oda rakjuk elé. Például az a saját esetemben, amikor másodosztályra vizsgáztam, akkor volt egy adott lőszer, egy 45 mm-es repeszgránát, kirakták az asztalra, jó, akkor ez a környezet, amit körülötted látsz, egy tanterem, mit csinálsz? Old meg. Nem nyúlhatsz hozzá. Tehát még nehezítették. Annyi van, hogy nem nyúlhatok hozzá. Kettővel arrébb itt van az irodája. Elmegyek eszem valamit a menzában. Az amerikai filmekben sokszor látott piros vezeték, kék vezeték, sárga vezeték, ezeket hogy hívjátok? Ezek milyen bombák? Ugye ezek nem klasszikus, ezek ilyen valaki által egy konyhában összerakott bombák, amely buszokat, nem tudom, miket robbantanak filmekben. Igazából az más, mint amit építkezéseken találnak. Ez más, ez teljesen más. Igazából két nagy kategóriára bontjuk szét a robbanótesteket, és az egyik a hagyományos katonai alkalmazású eszközök. Aha. Ezeket semmisítjük, meg szállítjuk el Magyarországon. Ezeket találjátok építkezéseken, persze. Továbbá vannak ezek az úgynevezett improvizált vagy házi készítésű robbanószerkezetek, amiket kell sajnos viszont országhatáron kívül nekünk is ugyanúgy dolgoznunk kell. Te simán összefutatok, mit tudom én, valamilyen külföldi kiküldetésen, valamilyen hadműveleti területen egy ilyen piros drótos, kék drótos házilag összebarkácsolt valamivel is. Előfordulhat ilyen, hogy összefutunk vele, sőt az esetek nagy számában találkozunk is vele, viszont ez, hogy piros drót, kék drót, ilyen nincs nem igazán létezik, minden fekete vagy zöld. Igen, nincsen ez a piros, kék, sárga, és hogy tanultam, piros vagy kék, ugye ez nincsen. Ez nincsen. Amerikai szakterülete. Hát ezek amerikai filmek vannak, amerikai tűzszerészekre tartoz. Melyiket vágjuk, ha mégis lenne piros-kék?
A szín az nem számít. Nem számít? Nincs ilyen, hogy inkább a pirosat. Na, játsszuk akkor azt a játékot, amire készültünk. Mi bombát találunk, jó? Így van. Hoztál alkatrészeket? Hoztál? Feri emésztőtárs hátul a kertben. Nem, Ferit ráfektetjük, hogy nagy baj ne legyen. És Ferit este lefogja a robbanást. Felhívunk téged. Végignézed, hogy tényleg lefogja. Persze. Felhívunk téged, és elmondjuk, hogy hogy néz ki, te megpróbálod velünk hatást teremteni. Nyilván a policitek az, hogy senki ne nyúljon hozzá. Ugye, te ne küldje ki az anyósát, ne küldje át Józsit, Gazsit, senki ne nyúljon a bombához. De mégis mondjuk én ott nagyon nagy bársam a kertet, valamit találok, elkezdem ütögetni kalapáccsal, szerencsém van, mert még nem robbant fel. Te megkérdezed, hogy hogy néz ki, mi megpróbáljuk leírni neked, és azt, hogy mit csináljunk vele. Jó? Igazából, tehát én inkább annyira csavarnék egy kicsit a történeten. Hogy a Feri kezébe illeset adta. Az sem rossz. Igen, hogy ketten már halottak melletted, Bali nem, már csak te vagy egyedül. Legyük úgy, Balázs, hogy mondjuk te egy oktatás alatt álló tűzszerész vagy, vagy esetlegesen egy olyan járőrparancsnok, aki innen dolgozik, aki az adott eszközzel még nem találkozott. Tehát már előfog... kín vagyok élesben? Már élesben kín vagy. Te vagy a járőrparancsnok, a többi szoros beteget jelentettek, téged hívtak át a hattápról. És pont engem hívtak. Pont téged hívtak ki, téged rendelt ki a parancsnokunk a címre, viszont egy olyan eszközzel találkozol, amit még életedben nem láttál. Jó, ezek alapeszközök, amiket hoztam, tehát ez már a legalapabb tanfolyamon megtanulják az emberek, de most vegyük úgy, hogy ezzel most találkozol először. Jó, van segédem? Ketten vagy, ketten járőrözünk, jó? Igen, mindig van egy segédem. Janival ketten járőrözünk, beszólunk Ferinek célbe, hogy találtunk valamit. Jó, de mondom, az első mondata az lesz, hogy a Jani fog oda menni. Nem, én húzok egyet. Hol a zsák? Hol van a zsák? A zöld doboz. Zöld doboz. Na. Igen, ez egy vegyes raj lesz a kommunikációs szolgálattól, hogy jöttél Feri a hattától, én pedig kutya kiképző. Na, tessék. Húzunk egyet. Tessék. Ó, ezek nem néznek ki jól. Na. Ne dobáld már! Ne keresgélj! Mitől félsz felrobban? Hát mit tudom én? Az utolsó mondat, miért mitől félsz felrobban? Igen, ne dobáld! Puff. Jó! Ne nézz oda! Nem nézem. Te csukd be a szemed. Misi, ne csaj. Na, gyere Jani, nyomon vagyunk, megtaláltuk. De telefonvonal van, figyelj. Na. Ajjaj. Te most, Misiké, mit vagyunk a területen? Mi ez? Baszod, hallod? Jó, hát az elsődleges... Hallod, Buzi, mit találtam? Mi ez? Hallod, nagy a baj, ez olyan korénak, nagy a baj. Ezt még úgy kell elképzelni, hogy bármit, amit a kezedbe fogsz, ez általában úgy néz ki, hogy van még rajta körülbelül 16 kiló sár, amitől valahogy meg kell szabadítanunk az eszközt. Jó, ez egy gyári állapotú eszköz. Ez úgy néz ki, mintha most jött volna ki a gyárból. Igen, ez már kicsit gyári eszköz. Na, mondom akkor, hogy néz ki, csöng a telefon, jó? Te vagy bent szolgálatban, én fölhívlak téged? Vagy... Igen, hát én vagyok mondjuk az ügyeletes parancsnok, minden héten van egy ügyeletes parancsnokunk, aki folyamatosan telefon végén van. Jó. Misikém, gyere már a borához, majd egy kis kebasz. Mondjad, Balázs, mit találtál? Na, körülbelül 50 centi. Igen. És most kezdj a bombáról beszélni, tudod. 50. Hallod? De ha ez 50 centi, akkor én legalább 3,5 méter vagyok. Nincs ez 50, 35. Ha 35. Akkor viszont más a 20 is. Tehát, 35 centi hosszú, Misikém. 35 igen? centi hosszú. Mit láttok még? Hogy néz ki? Milyen az alap? Jani most nincs itt, mert elment kulázni, de... Menekülő embereket, mit látnak? Jani már menekíti, üdíti a bajtányteret. Misikém, elég vastag. Elég vastag. Igen, vastag, próbáld meg fémből van. Próbáld meg hasonlítani valamihez. Úgy néz milyen ki, mint vastagságú? Egy tuba. Mint egy tuba. Mint egy lázcsillapító kúp a Fekete Lacinak. Tölcsér alakú, és kicsit az eleje vékony, és vastagodik. Vastagodik. És elég hosszú. Tehát egy 35-40 centi. Hengeres nem tudom, ez baromi nehéz. Hengeres inkább a test, vagy pedig könycsepp alakú? Hengeres. Jó. Mihez tudnátok hasonlítani? Milyen szélességű maga az eszköz, mint egy sörös üveg, vagy esetlegesen, mint egy... Lehetőleg még ne kopácsoljátok, hogyha nem muszáj. Figyelj, ez körülbelül nagy pillanatra komolyra fordítva, mondjuk tényleg valaki talál ilyet a polgári lakosságban, az 35 centi vastagodik, és hát egy olyan 10 centi átmérője van a körnek, a vége kör alakú, a vékony, az meg egy ilyen kúp alakú a vége. Egy kúp alakú. Kúp alakú. Jó,
És a Jani fél középső vagy alsó részén látok csíkokat, így körbefutó csíkokat, vagy részszínű, vagy van egy körbefutó részcsík középen. Középen, vörös rész. Hú, mennyi lehet ennek idója, hogy el tudnánk adni. Halló, négyen már nézik itt körülöttük, szabad már őket, nehogy elvigyék. Szóval van egy ilyen körgyűrű. Hé, afgánok, tűnjetek itt! Van egy körgyűrű, az részből van. Részből van. Teljes egészében acélból van a test, vagy pedig valamelyik része átvált rézre, vagy jobban kong, vagy cseng esetleg. Hát Jani ért a színes fémhez, ez egy családi... Cseng, gyere, egy családi borrás náluk, ő jár sokat bécs telepre. Hát nem, az egész az fémből van. Aha, de háromféle fémből. Háromféléből? Igen, az eleje az egy ilyen sötétebb, a középen van ez a vörös rész, és alul pedig egy ilyen sárgásabb rész. Figyelj, azért erre rálépnék, vagy ezt úgy megkocogtatnám otthon, azért nem lennék nyugodt. Szóval így most ez, hogy az ölembe van egy 3 perc, és így ütögetjük, azért nem lennék nyugodt. Na, Misiké, mondj valamit, mert már azért kezdtek betolni. Az, amit találtatok így a leírás alapján, ez egy tüzérségi lövedék. Hát a 10 centi átmérő, amit igazából úgy satszoltatok, ez lehet 76 mm-es, 85 mm-es repeszgránát valószínű a leírások alapján. Igazából maga a csúcsos rész, ami úgymond hegyesedik a gránát egyik oldala felé, ott láttuk ilyen kis recéket, barázdákat. Vannak, azaz. Nagyon jó, akkor ez még a biztonságosabb állapotban van jelen pillanatban, ugyanis magán a gyújtó szerkezeten, amit elől láttok, valószínű, hogy rajta van az állító kupak, tehát nem lett kilőve a gránát. Továbbá, maga tekerjük le, mert elalszok. maga a hátsó rész, az pedig maga a kivető töltete, tehát abban lőport található. És középen, hogy látjátok azt a gyűrűt, láttok rajta kis rovátkákat, így 45 fokba berovátkálva, vagy teljesen sima az egész? Sima. De az én nem látok rajta rovátkát. Azért, mert hogyha be van rovátkálva, akkor, és mondjuk nincsen a hátsó rész hűvei rajta, akkor az azt jelenti, hogy az alkalmazásra kerül, tehát jóval veszélyesebb maga az eszköz. Akkor nem kopogtatom azért ezt itt jelenség. Van egy fura felirat, Made in China. Ez egy kicsit engem összezavar. Az van rajta, hogy Adolfnak szeretettel Ciril betűk. Az lehetséges. Tehát most nekem egyszerű, mert tudom, hogy mit hoztam nektek. Ez egy 66 mm-es orosz repeszgránát, egy KTM 1-es gyújtó szerkezettel. És ha az ember elkezdi ezt mahinálni, kicsit tényleg félig komolyra fordul, akkor ez fölrobbant, nem? Tehát nyilván érdemelt, hogy elmondjátok, ne nyúljon senki hozzá, azonnal hívjanak szakember, de otthon tényleg ezt valaki megtel, és egy kalapáccsal, vagy mit, vagy ásóval, ezt így elkezdi ütögetni, nem túl szerencsés egyébként, nem? Az elmúlt 10 évben ezzel a gránáttal volt már úgymond negatív tapasztalatunk. Tehát volt olyan kollégám, aki ennek következtében vesztette életét. De azt ilyenkor sose értem, hogy oda megy, ismeri, tudja, hogy nem robbant föl 50 évig, amit egyszer csak hozzáér valaki, és azonnal. Ezt nekem, hogy építkeztek fölötte, mentek fölötte, semmi nem történt. Ugye, valaki oda megy, ráadásul egy profi, tudja, hogy mit talál, mi rossz helyre nyúl ilyenkor, vagy mitől robban az egyszer csak föl magától, ha 50 évig nem robbant föl? Erre szoktuk azt mondani, hogy igazából minden helyszín és minden gránát más. Tehát hiába gyártottak le 10 000 egyforma gránátot, abból egy biztos, hogy különbözni fog. Tehát nagyon sok visszaemlékezésben, nagyon sok történeti áttekintésben, oktatóanyagban volt olyan is, hogy például ledobták a bombát Budapestre, nem robbant fel, tűzszerészek kimentek, szétszerelték, és maga a gyújtó szerkezet közepén pedig orosz kitüntetések voltak beletuszkolva. Tehát valószínű, hogy vagy hadifoglyokkal gyártották azokat a bombákat, vagy olyan emberekkel, akik igazából nem akartak semmi kárt okozni, így nem robbanóanyagot raktak bele, hanem kitüntetéseket. És nem robbant fel. És nem robbant fel. Viszont mivel ezeket az eszközöket, főleg a gyújtószerkezetet kézzel gyártották, előfordulnak olyan úgymond gyártási hibák, ami miatt lehet, hogy érzékenyebb lesz az eszköz. Vagy esetlegesen kilőtték a gránátot, becsapódott, és egy olyan szögben csapódott be, hogy lehet, hogy már csak az egyetlen 1 mm hiányzik ahhoz, hogy felrobbanjon a gránát, és hogy meg van mozdítva. A kioldó szerkezetben? Igen, nem tudom, hogy igen, tehát amit éppen fogsz a kezeddel, az a gyújtó szerkezet, azt ki is fogjuk most csavarni. Én nem akartam, de jó. De csak mi kimegyünk. Nem, csak előtte nyelessük le a felivel, és akkor csak egy ennyi lesz. És akkor kinyitja a szed, és füstöl a szája egy kicsit. Nem, csak így elpárolog a gyomorsa, vagy
Bármit nyitunk, igen, a Feri nyelje le előtte, jó? És akkor egy ilyen gyomortükrözésszerűen nyissuk ki. Szóval, hogy ezt itt kinyitjuk? Igen, úgymond szétnyitjuk az egész gránátot, tehát szétszedjük olyan alkotó részeire, amit mi már biztonságosan tudunk szállítani, vagy esetlegesen az adott részegységet kell megsemmisíteni. Figyelj, ilyen azért gyakorlatban nincsen, tehát nincsen, hogy srácok, picit kevés idők van, mire odaérünk, segítsetek már, kapjátok már szét, jó, hogy már tudjuk szállítani, jó? Nem, tehát ilyen ez nincs. Minden esetben csak tűzszerész, és azon belül is csak a járőrparancsnok csinálhatja. Ez persze külön engedélyezési eljárás, a 25 embert legalább fel kell hívnunk ahhoz, hogy mi egyetlen egyszer kicsavarjunk. Na jó, van, akkor ez a Magyar Honvédség, amit én ismerem. Nem, ez nem azért van, ez azért van, hogy minden szinten tisztában legyenek azzal, hogy most jelen pillanatban az alatt a 15 perc, 20 perc alatt veszélyes folyamatot hajtunk végig. Mm-hmm. Tehát ilyenkor a mentők készenlétben vannak úgymond a benti emberek is, tehát hogyha bármi történik, akkor azonnal tudjanak reagálni rá. Ez a lazázás, ez belefér a telefonbeszélgetésbe, hogyha téged fölhívnak, mint amit a srácok lenyomta? Nyilván nem így történt. Nem tudom. Többnyire a hivatalos formátumhoz ragaszkodunk, ugyanis mi is szolgálati telefonon beszélünk, viszont van, mikor mikor felhívjuk viszont a saját telefonunkon egymást, akkor tehát ugyanez a kötetlen beszélgetés, mert igazából mi is attól oldódunk fel, attól nem izgulunk, nem foglalkozunk az adott eszközzel, úgymond görcsösen, hogy ezt most el kell onnan tüntetnünk, mert bennünk is megvan ez a kis őrültség, kis ökörködés folyamatosan, tehát humorosan próbáljuk felfogni mi, és ezzel jóval könnyebb a mi munkánk. Mire is ilyen jó lehet, nem? Hogy? Ilyen jó kis beszélgetés. Ja. És akkor mi ez fölne? Hát összed a 66 milliós repesz romboló, azt hiszem, hogy hogy kell hatásni, hogy fogalmi sincs, na szevasztok! Megyek el védelni. Merül az aksi, el kell mennem, igen, tölteni. Ma én egyébként szétszedném, csak jöttek SMS-ek, Misi rosszat vittél el, a szemléltető itt van nálam. Tehát közben ilyen SMS-ek jönnek. Mikor mindig valakivel telefonkapcsolatban vagytok, tehát valaki diktál, vagy valaki nem. Ott van, vagy ilyenkor egyedül vagytok, csak teljesen bomba, aztán meglátod, hogy mit hozol ki belőle. Tehát magánál a bombánál alapesetben, hogyha hatástanítjuk, azonosítjuk, mindig csak egy ember tartózkodhat, maximum akkor vonhatunk be más embert, hogyha meg kell fogni, vagy tényleg rögzíteni kell az eszközt, és egyedül nem boldogulunk. Külső segítséget nem szoktunk igénybe venni. Tehát mi jelezzük az előjárók felé azt, hogy éppen mit csinálunk, és utána akkor jelentkezünk be nekik, hogyha már végeztünk az eszközzel. Tehát maga a köztes időtartam arra a 17 járőrparancsnokra vonatkozik, úgymond, tehát ő dönt, ő találja ki, hogy mit csinál az eszközzel, mit fog szétszedni rajta, kopácsolni, mit szed le róla, tehát igazából az teljes egészében rájuk van bízva. Ezért is van az, hogy tehát egy járőrparancsokot, mire kiképzünk, az minimum 7 év, gyakorlatilag. 7? Igen, 7 év. Jézus már! És ez folyamatos. Lebe benne az alakizás is. Négy üteműfekvő támaszik. Ez pont nincsen benne. Tehát ez a 7 év, ez úgy néz ki, hogy folyamatosan tanul az ember, bővíti az ismereteit mind gyakorlatban, mind elméletben, és itt se alkalmas mindenki, ugyanis itt embereket kell vezetni, kontaktot tartani ugyanúgy akár egy polgármesterrel, vagy egy képviselővel, vagy rendőr kollégákkal. Tehát úgymond a környezetben is kommunikálni kell. Akkor megértem a 7 évet. De tehát ennek a... Ott 3 év a kommunikáció. Ki most a góri a katasztrófa védelemnél, halló? Úgy akkor érthető. De igazából a 7 évnek... Olyan van, hogy egyikötök se tudja, hogy mit talált? Vagy olyan volt már, hogy gyerekek, fogalmam nincs. Jön a fő, ő se tudja, és senki, ültök ott négyen, és valami olyat találtok, nem tudom. Van valakinek neten, nyissatok már meg egy Google-t. egy Google képet küldjetek már át a telefonra. De tényleg nem, hogy fogalmatok nincs, hogy mit találtatok. Igen, ez előfordul ilyenkor. Hát az eseteknek mondjuk az 1000%-ába, tehát nagyon kevés az esély annak, hogy olyat találunk. Gyorsan korrigáltál, igen. Viszont előfordul. Akkor felhívjátok Vágó István. Nem. Van benne 2-3 ember, aki a kutatási résszel foglalkozik, tehát adott országra, adott eszközre vonatkozólag mindig van egy emberünk, aki azzal foglalkozik, felhívjuk őt, elmondjuk, hogy néz ki, küldünk róla fényképet, megnézi, na, ha ő se tud vele mit kezdeni ott az adott helyszínen, az a probléma, akkor szépen körbezárjuk az egészet, őriztetjük, hogyha olyan helyszínen van, rendőrrel, polgárőrrel, és megpróbáljuk felvenni az adott országgal a kapcsolatot, hogy adjanak valamilyen anyagot róla, ami alapján mi dolgozni tudunk. Tehát az alapbiztonsági eljárások azok megvannak, viszont konkrétan azt az eszközt nem ismerjük. És ez sajnos előfordul, mert több százezer, több millió fajta eszközt használtak itt a háborúk alatt, úgyhogy mindenre mi se lehetünk tisztában. De akkor már nagy baj van, nem? De... Halló, tessék, kutatás, hagyjátok azt a kutat, srácok, nagy szart! De például volt egy magyar kísérleti eszköz is, amit 7 évvel ezelőtt talált az egyik kollégám, hogy tényleg az volt, hogy kiment a helyszínre, úgy ránézésre egy nagy sóder és sárkupac volt,
nagyjából megtisztította az adott biztonsági eljárása, és nézte, hogy hát ilyen nem létezik. És kiderült, hogy egy olyan kísérlet. Ahhoz képest elég nagy robbant Lajos. Egy olyan magyar kísérleti eszköz volt, amit úgymond használtak belőle 15-öt. És többet nem is gyártottak, mert közben ideértek az oroszok hozzánk, úgyhogy abba hagyták a gyártását, de megtaláltunk egy olyan eszközt, amiről igazából az az egy létező példány van. De minden kutatási anyagot, mindent megsemmisítettek, úgyhogy az egyik történészünk, aki ezzel foglalkozik, ő hozta a gyújtóanyagtól kezdve magát, hogy hogy épül fel, milyen robbanóanyag van benne, és akkor ott a helyszínen úgymond összerakták azt, hogy akkor ezzel lesz le, és ott találtak ki. Tehát ilyenkor egy stábot rakunk mi is össze, és a stáb kidolgozza azt, hogy mit lehet csinálni. Ezzel szokott általában elmenni az, hogy egy-két napig le van zárva egy adott terület. Hányszor mondtad már azt otthon, amikor megkérdezte a kedveset, hogy na, mi volt hosszú? Igazából ezt benn is meg tudja kérdezni, ugyanis a párom szintén katona. Ő is másodosztályú tűzszerész, úgyhogy... Másodosztályú, az miért, mert nem, hogy kirakta nem annyira jó, hogy mondani, nem annyira jó, hogy mondani, kicsit nagyon jó vagy, de azért majd téged akkor hívunk, hogy már aranyos vagy, aranyos vagy. Tehát a három kategória az harmad, másod, első osztály, a harmadosztály ő a kezdőszint. Tehát ő, neki van egy alaptudása, de semmi gyakorlata nincsen. Ja, értem. Elkezd tanulni, és mondjuk egy olyan 3-4 év után jut el másodosztályú szintre, akkor már bővebb anyagot kell ismernie, eljárásmódokat, több különböző úgymond eszközről kell fejben a gyújtó képét lerajzolni, vagy ugyanúgy, hogy hogy épül fel, és ez így megy tovább. És te első, vagy első plusz vagy? Hát én elsőnél megállunk, tehát első osztályú tűzszerész egyenlőre. Szerintem akinek a legnehezebb az a sofőr, aki szállítja a bombát. Én nekem ez szent meggyőződésem. Igen, Józsikám, ezeken az utakon. Józsikám, hova megyünk? Csak ne rászkódjon. Dózsa György, nem tudtuk elkerülni. És ott vesz egy nagy levegőt az elején, és kifújja a keletinél, tudod, amikor még ugye macska köves volt. Mert ugye hát ott a tűzszerészek érték, de hát a sofőr tudod szegény, hát ő neki az a feladat, hogy elvigye A-ból B-be, azért egy nagy bukanon. A nyeken egyet tudod. Jaj, vigyáztam! Én azért ott mindig vennék egy nagy levegőt egy ilyen nagyobb fekvőrendőrnél, nem? Őket is kiképzik, vagy nekik csak így menniük kell szegényeknek mögöttük, nem tudom, három mázsás második világháborús bombával? Tehát magáról az eszközről nekik úgymond mélyebb ismeretük nincsen, nekik arra kell figyelni azt, hogy ezt biztonságosan A pontból B pontba el tudjuk szállítani. Az a meleg. Azért nekik úgymond a közlekedés kapcsán jóval nehezebb dolguk van, tehát az a baj, hogy az elmúlt pár évben pár olyan közúti balesetünk volt, aminél szerencse volt, hogy nem volt eszköz a gépjárművünkön, ugyanis volt olyan, amelyik felborult, volt olyan, amelyiknek összetolták az elejét. Ez mind figyelmetlenség, tehát az a baj, hogy az emberek se figyelnek úgymond a kéklámpás autókra, hát nyilván, nem nézik a matricákat, feliratokat, igen. És elbambulnak. Kérdezi egy hallgató, hogy mi van, ha egy lefordított üstöt találok? Ennyire koszos. Ahhoz is ki kell menni. Több esetben fordul elő olyan, hogy mi mondjuk azt, hogy valamivel borítsák. Tehát ha azonnal nem tudunk menni, mert 30 napos kategorizálási rendszerünk van, hogy 30 napon belül minden címre ki kell érkeznünk. 30 napon belül, tehát leírja nektek a delikvens, hogy mit talált, és akkor nem a delikvens, mert maga a bejelentési folyamatot csak vagy hivatalos személy, tehát polgármester, építésügyi adó, vagy rendőr teheti meg. Tehát neki ki kell menni a helyszínre. És addig le kell takarni? Hát igazából azt javasoljuk, hogy ne közelítse meg senki, lehetőleg ne piszkálják, ne nyúljanak hozzá. Ilyenkor volt már olyan, hogy egy lyukas bádugüstöt fordítottak rá fejjel lefele, hogy semmilyen környezeti hatást ne érje, de általában, hogyha olyan helyszínen találjuk az eszközöket, ahol lakóház, vagy pedig udvar, sok gyerek van, tehát oda általában azonnal megpróbálunk egy járőrt biztosítani, legkésőbb a következő nap. De 30 napig is ott állhat, tehát a Balázs telkén a felásásnál megtalálja, akkor ott áll. Kevésbé fontosak, nem fel. Anyósom most jött be a konyhába, a kezében egy rozsdás vasdarabban, jó, 30 nap. Nem baj, ráérünk. Tehát, ahogy az előbb mondtam, viszonylag kevesen vagyunk, és nagyon sok felé tagolódik szét, úgymond ez a kis tűzszerész állomány. Ezért van egy kategorizálási rendszer. A 30 nap azokra vonatkozik, hogyha kinn a szántóföldön 30 kilométerre egy településtől találnak egy eszközt, azt megjelölik, adnak GPS koordinátákat és bejelentik felénk, hogy itt van egy eszköz, leírás alapján ilyen, de lehet, hogy mellette mondjuk az őrsvezér tér kellős közepén van egy 200 kilós bomba. Nyilván ez a fontosabb, persze. Tehát van egy kategorizálás, ami alapján inkább az emberi, tehát nem inkább, hanem ami alapján az ember életet elsődleges az, hogy megmentsük tovább azt, hogy olyan is van, hogy nagyon kivonultak és rohadtul nem bomba?
Csak gondolom, ez is megtörténik, nem? Hogy még a másodosztályokat is bevetitek? Gyere, anya! Hogy leírja nektek a polgár, hogy mit talált, és nem kiderül, hogy abszolút nem bomba, ti még nagyon kivonultok. Az esetek 10%-ában általában nem robbanó testet találunk. Zöltözenekar mindenki. De tehát, ahhoz is ki kell mennünk, mert legyen egy olyan eset, hogy mondjuk rosszul jelenti be, vagy nem azokat a paramétereket adja meg. Hát például olyanok, mint mi pici dilettáns, és akkor az előfordulhat, hogy kimegyünk, és inkább találjunk egy bádogüstöt, mint hogy valaki hozzápiszkáljon egy aknához, és felrobbanjon. Sok civil robban föl egyébként? Tehát sokan próbálnak neki állni tényleg ásóval, hogy már Józsi kincset találtunk, hozz már azt a lapátot. Nyisd már ketté közébe! Biztos van benne arany. De sokan állnak neki, vagy most már azért egyre több a bejelentés? Egyre kevesebb, tehát megpróbálják az emberek is úgymond felfogni, hogy nem. Nem kellene leszedni róla a rezet, mint ahogy az előbb is néztétek. Az se teljesen biztonságos, viszont van még egy-két olyan ember, aki kíváncsiságból, hozzá nem értésből tényleg elkezdi szétszedni az eszközöket. Ezek az önjelölt kincskeresőkkel mi a helyzet, akik így járják detektorokkal az erdőket, hogy mindenféle ilyen háborús relikviákat találjanak? És mondjuk találnak egy ilyet? Általában beszokták jelenteni. Tehát nincs az, hogy nekiállnak. Nincs az, hogy nekiállnak, hanem általában tényleg az van, hogy vagy a rendőrségnek szólnak, vagy az adott önkormányzatnak, és többnyire az önkormányzatnak, és ők jelentik be felénk ezeket az eszközöket. Korrekt, már nem arra mennek, hogy hazavigyék. Hát. Ezeket nem is nagyon viszik haza, tehát tudják, főleg ők, mivel foglalkoznak egy bizonyos hadtörténeti kutatással is, hogy mennyire veszélyesek, így megpróbálják nem szállítani, nem mozgatni. Olyan telefon nem volt, hogy most nyomtam el valamit a Vaterán, de szerintem gond lesz vele is. Mondanám a címet, ahova ment. Ha jól hallom, még ketyeg is. Igen. Robotot használtok, itt kérdezik a hallgatók, mert ugye Amerikában már lehet látni, hogy robotok mennek oda hatástalanítani. Ezt gondolom Magyarországon még nincs, nem? De van robotunk, szoktuk is alkalmazni. Ezeknél az eszközöknél nem indokolja a helyzet az, hogy robotot használjunk, meg nem is tudnánk, mert olyan úgymond gyári eljárással van összerakva, amivel a robot nem boldogul. Mi a házi készítési robbanó eszközöknél szoktunk robotot alkalmazni. Többnyire azért, hogy ha esetleges robbanás következik be, akkor inkább a robot semmisüljön meg, mint egy tűzszerész. Értető indok, mondjuk. Egyébként sokat nem kell magyarázni. Ez egy elég erős ér. Nem is tudnék erősebbet. Mondjuk, hogy valaki kommunikál a robottal, vagy ti látjátok, hogy a robot mit csinál? Vagy a robot oda megy, ő dönt, és megpróbálja hatástalanítani a bombát? Nem, tehát nem teljesen önálló, nem rendelkezik mesterséges intelligenciával. Kérelőtt egy kávé. Sajnos még kávét nem tud főzni. Elbúcsúzik tőle, kimegy, hatástalanítja a bombát. Nem, tehát vannak képzett robotoperátoraink, akik úgy kell elképzelni, mint egy videójátékot. Tehát ül irányítja a robotot. Egy monitor előtt, persze. Egy kis joystickkal, és ő irányítja a robotot, mögött áll a járőrparancsnok, és ő mondja, hogy... Dögöljetek meg, mi? Dögjek, jöjjtek is szemét, rohadjál meg, szórd meg ezerre! De az milyen jó lenne, már gondolkodna a robot, nem? Tehát már így beletek én ez együtt. Nem nyúlok. Beletek együtt kommunikálni. Igen. Na jól van, hát azért ezek csúnya dolgok, szóval hogy az ember ezt így fogja, nem tudom hány kiló volt, szóval nem örülnék egy ilyet. Az a lényeg, hogy dermesztő, jó irányba tartsd. Nyugi, én a zsűl felé tartom folyamatosan. Jól van, Mihály, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Elmondtuk minden hasznosat, amit szerettél volna? Hát igazából tőletek függött, hogy miről beszéltünk. Na nem úgy értem, csak a kereteket azért, hogy a honvédség is megnyugodjon, hogy nem csináltunk ebből tréfát. De akkor ma kimok pöpálva a nap, most már nem kell menned terepre. Ma már nem. Mikor már voltam a Morning Show-ban? Mikor voltál utoljára? Múlt hét pénteken. És mivel hozott össze a sors? Mi volt éppen? Éppen nem robbanó testtel. Nem? Lefordított üst? Igen. Hát ilyen is van. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Egy nagyon érdekes szívesen. Hivatás, amit azért üsszük, nagyon jó ezt hallani. Köszönjük szépen, Vörös Mihály főadnagyja beszélgettünk. Hármas ugrásra lehet jelentkezni, ahol egyébként a szupertitkos Boom szoftverünk van. Beállítassunk vele egy kicsit. Hangolunk egy kicsit a Boom szoftverem, úgyhogy egy pici hírek, mi pedig jövünk a játékkal a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3:49 múlt pontosan. 3 perc, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Okosodtál még picit itt a reklám alatt, láttam, hogy minden még kaptál egy kis kiképzést. Minden, figyelj, csak volt egy olyan egyébként, ami fél éles, ez egy ilyen berobbantó szerkezet, tehát nem ez robban maga, hanem hogyha becsapodik a bomba, akkor ez üti be azt a szöget, ami a nagyot felrobbantja. Azt mondta a főnök, hogy azt a kis pöcköt ott óvatosan a végén, mert a másik oldalon a szeg még azért átüti a kezed. Mondtam, köszönöm, nagyon drága vagy, hogy ilyet is hoztál. Nagyon szép lett volna, hogy beszélgetünk, Jani, hogy ide van neked, hogy lerobban a fél arcod. És még mondom, mit mosolyogsz felé? Én azért nagyon megijedtem, tudod, neked meg... Mindent visszaraktam egyébként. A régi vicc, ugye? Igen.
Mindent visszaraktam a dobozba, mert úgy utána számoltam, hogy 150-200 forintot tudnék kiárulni belőle, csak így hulladékáról. Gyerekek, 7 évig kell tanulni, azért az nagyon, nagyon, az nagyon kemény, nem? Hogy és még akkor sem vagy 100%. Nem vagy 100%, és olyan anyag, amit egyszerűen meg kell tanulni, hogy 7 éven keresztül folyamatosan képzed magad, mire kimehetsz terepre, nem? És még ott sem biztos, hogy olyannal találkozol, amit, hát, amit ugye ismersz. És ugye a tudásának egy részét folyamatosan szinten kell tartania, mert simán előfordulhat, hogy mondjuk tanult 7 évvel ezelőtt tanult valamilyen robbanóanyagról, valamilyen lőszerről, és az éveken keresztül nem találkozik, vagy 10 éven keresztül, vagy 20 éven keresztül, és egyszer csak ott van előtte. És folyamatosan ott kell lenni, ugyanúgy képeznie magát, és gyakorlatilag konzerválni ezt a tudást. Nagyon kemény. És hát ugye nincsen semmi túlzás benne, valójában őszintén, hogy ők minden nap életet mentenek. Szép hivatás, igen, igen. A faluban találtak egy második világháborús bombát, kérték, hogy helyezzék biztonságba. A polgármester bevitte a hivatalba, és berakta állítólag az asztala alá. Korrekt. Hát ott nem, oda nem jön be senki. Aki hozzányúl, ki van rúgva. Én nem tudom, hogy igaz-e, írja egy másik hallgató. Én láttam, amikor valaki kerékpáron gumipókozba vitte be egyébként a faluba. Azért az milyen? Gumipókkal rendesen oda rögzítve, indulás a faluba. Hát mindenki tudja, hogy a gumipók és a VD40. Ez a kettő minden. Ezek mindent megoldanak. Hát emlékeztek, tavaly vagy tavaly előtt beszéltünk arról a sztoriról, hogy volt valami idősebb bácsika, aki gyakorlatilag a kaszáját élesítette. Igen, konkrétan megtalálta és hazavitte, és azon élesítette. Betette, és akkor azon ment a kalapácsolás. Hát kalapált egy kicsit, igen. Na, hát bátor. Hát, bátor és volt. Nem biztos, hogy tudta egyébként. Jó, tett a kaszának, igen, akkor meg... Nagy baj. Mm-hmm. Nagy baj nem lehet, igen. Valaki azt írja, hogy a haverja egyszer talált egyet, és flexel véletlenül megcsiszolta a gyújtószerkezetet. Hogy azért itt vannak meredek történetek, igen. Na jól van, érdekes beszélgetés volt. Ez játszunk, itt van már is a játékosunk, hármasugrás, játszunk már is. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello, Péter! Honnan hívtál minket, Péter? Sziasztok, Pestről hívtalak titeket. Pestről, mit csinálsz? Hát én éppen készülődöm az első munkanapomnak. Na. Első nap. Új munkahelyen első, vagy nagyon vagy az eddig első? Nem jártál be? Vagy nem jártál be, vagy az első nem, igazi munkahelyed? Nem, új munkahelyen első. Na, mit csinálsz, vagy mit fogsz csinálni? Hát újságíró gyakornok leszek. Hú, wow. De szép hivatás. Na, biztos. És eddig mit csináltál? Tehát honnan igazoltál át ebbe a szakmába? Hát eddig diplomás pályakezdő munkanélkülésként tevékenykedtem. Uh-huh. És hogyha most olyasmivel kezdesz el foglalkozni, amihez nem kell diploma. Én is szeretlek, János. Figyelj, megmondom neked őszintén, hogy főleg a bulvárvonalon mozgó, úgymond újságíró gyakornokokkal nincsenek jó tapasztalataink. Hát kérdés, igen, őket lehet egyáltalán. De hát ez nyilván nem rád vonatkozik. Újságírónak mondani, te hol helyezkedsz el, vagy hol kezdesz, hogy milyen meló lesz ez? Hát lapcímet nem szeretnék mondani, de nem bulvár. Nem bulvár. Na, jó van, akkor minden visszaszívva. Komolyabb laphoz mész. Napi lap, heti lap? Napi. Na, léci. Ezért gyerekek is hallgatnak mi. Akkor innentek ez már olyan nagyon sok választás nincs, és persze nyilván nem akarjuk elmondani, még nem is kell. És hogy gyakornokoskodik ilyenkor az ember, vagy hogy kezdesz? Tehát nézed még a többieket, vagy már van egy önálló felületed, azt kell megtölteni, vagy azt mondják, hogy akkor írjál mit a napi két flekket, ami ugye egy bizonyos karakterszámnak felel meg. Hogy van ez ilyenkor? Tied a horoszkóp? Nem horoszkóp, én a keresztfejtvény rovatnál lennék. Az is szép feladat. De mit, ha megkapsz, mit tudom én, a belföld, külföld, nem tudom, kapsz egy rovatot, és akkor ott kell már valamilyen hírt szerezned, megírnod, megfogalmazni, leadni, vagy már ez azt jelenti, hogy élesbe repülsz, és akár mondjuk, ha nem tudom, vagy egy rovatnál, akkor ott a rovatvezetővel egyeztetve már itt lehet, hogy holnap megjelenik egy írásod, vagy egy cikked? Ilyen mélység nem tudom még. Uh-huh. Még nem volt meg az első eligazítás, de valószínű, hogy még csak ilyen tesztjeleggel fogok írkálni. Jó, úgyhogy ez a szakma, ez engem mindig érdekel, hogy miért. Ez volt az álom, vagy ide sodródtál, vagy tudatosan készültél arra, hogy na majd akkor te egyszer nagybetűs újságíró leszel? Hát viszonylag tudatosan készültem rá, aztán, aztán elsodott tőle az élet, de most visszataláltam. És a nyomtatott sajtó volt az elképzelés, hogy ott szeretnél? Hát igazából így nem volt külön meghatározó, hogy külön nyomtatott, hanem bármilyen sajtóorgánumnál. Ha, csak az volt, hogy újságírás, és akkor aztán tulajdonképpen ide sodródtál. És a téma is mindegy, mindenhez ért. Na? Ezt mire mondod, hogy micsoda? Hogy? Hát, hogy mondtad, hogy mindegy, hogy újság nyomtatott, ja. Vagy ezért meg a téma is.
Igen. Jó van, oké, na, milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy hát szerintem simán menni fog. Biztos vagyok benne. Mennie kell. Könnyűt állítottál össze így a betegség után, igen? Ajaj. Izgulsz? Nem, lesz gond. Hát nem, akkor Jani azt mondja, hogy biztosan menni fog, akkor eddig mindenki elbukott. Egy picit izgulok, igen, ez az első betegség utáni kérdés sor. Igen. Péter, hát neked azért ezt így igen tudni kell. Van vesztenivalód, egy újságíró ne tudja esetleg, de azt hiszem, hogy nincs igazán olyan klasszikus kérdés, ami ugye ilyen klasszikus műveltséget kér számon, úgyhogy nem kell megérni. Na, a pasztartó, hogy te így szól az első kérdés. Melyik művészeti stílus neve jelent újjászületést? Hát nem, ez mondjuk egy pont egy klasszikus kérdés. Huha. Művészeti stílus, aminek a neve újjászületést jelent. Ójjaj. Nem is egy egyszerű kérdés egyébként így elsőre, de a nevek alapján talán kikövetkeztethető a dolog. Jézusom. Művészeti stílus, egy korszak is lehet így mondani akár, nem? Igen, 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 mert azért is művészeti stílus, mert hogy egy korszakot is jelölnek így, építészeti stílus is, festészeti, stb. Irodalom, tehát hogy nagyon sok, egy jelentős korszak, és... Ugye nem a Rubikonnál fogsz dolgozni? Nem, nem. Remélem nem hallgatja senki. Úristen. Hát ez csak a sok így az elején. Figyelj, egy művészeti stílus. Most már évszámot vagy évszázadot azért nem mondok, mert úgy azért az valójában tényleg nagyon nagy segítség lenne. Ez egy újjászületés. Nincs? Úristen! Ez a reneszánsz. Ugye, mint művészeti stílus, építészet. Maga a szó egyébként konkrétan ezt jelenti, újjászületés. Jézusom, majdnem kimondtam valami csúnyát. Az nem lett volna jó válasz. Az lehet, hogy jó, hogy nem mondtad. Jézusom, már csörög is egy jó rendben. Nem kell bejönni dolgozni? Nem, egyik haverom, aki hallgat titeket, úgyhogy Misikét üdvözlöm innen is. Uh-huh. Misike nagyon lelkes, hogy a barátját megpróbálta kisegíteni így telefonon keresztül, hát ki tudja, hogy mivel? Azért, hogy röhögjön. Ki tudja, hogy mit mondott volna, igen. Péter, hát ez rövid játék volt. Hát igen. Jól indul. Jól indul az első munkanap, ugye? Előtte még egy hármas ugrás. Ajajajaj. Kell a siker. Elkövetek a villamoson egy szelfukot. Kérdezi valaki, hogy kérdezzek Misikét, mit mondott volna a renováció. Revíziót mondott volna. Igen, jó. Figyelj, azért mindig mentve kicsit a játékosokat azt mondom, hogy azért ez így élőben sokkal nehezebb, mint amikor az ember az autóban vagy otthon az ágyban hallgatja. Lehet ez egy rövid zárlat is, és ebből azért messze menő hosszú távú konzekvenciát nem kell levonni. Jó? Köszi a játékot. Jó, hát akkor megyek sírok egy sarokban, köszönöm szépen. Írjál holnap, hogy mi volt az első munkanapodon. Jó, hogyha kellnék holnap is mennem. Persze, hát pont erre gondolok, hogy esetleg ma már úgy várnak, hogy már csak az ajtóig kell eljönnöd egy melegkézfogás erejéig, de nem hinném egyébként. Miért? Hát ez nem ezen múlik. Köszi a játékot. Köszi, szia. Ciao, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Hallottunk reggel a Morning Show-ba. Kávét tudsz főzni? Ne törjünk pálcát felette, lehet, hogy csak egy rövid zárat. Szegény, nem egy könnyű élethelyzet. Így meg aztán pláne nem. Igen, Csabi írja, hogy én is újságíró akartam lenni, de valami hiányzott. Következőt írta, én is újság elipszilonnal. Akartam lenni egyennel, de valami hiányzott pontos év. Szellemes egyébként, igen. Csabinak köszönjük szépen. Én most sajnálom őt kicsit. Ne sajnáljam. Hát szerintem... Ne tudom, csak olyan nehéz ez. Na most, ha a munkahelyén emiatt azt mondják, hogy nem kell bejönni, akkor nagy a baj. Akkor nagy a baj. A munkahelyével. De nem, ható lett volna, azért nem volt ez egy olyan nehéz. Én az időt sajnálom, hogy miért írtam három kérdést. Hogy holnapra is meglegyen. 2 perc van pontosan, 9 óra jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt, pontosan 11 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani, hello, Feri. Sziasztok, hello. Jó reggelt.
Reméljük tűzszerészünknek nincsen baj a gyerekek. Mert nincsen. Feri nincsen. Mondta, hogy nagyon telefonált szint vigyázálásban. Mi tudjuk, hogy a honvédség azért igen, szóval, hogy hát meglehetősen vaskalaposak a szó jó értelmében, de azt is gondoljuk ugyanakkor, hogy az ilyen beszélgetések mentve kicsit emberünket, amikor picit próbáljuk a humort úgy tálalni, hogy azért félig komoly legyen, az jobb, mint egy teljesen száraz beszélgetés a tűzszerészekről. Tehát nyilván azért humorizálunk, de hogy hát nem akartuk mi ezt a dolgot elbagatelizálni. Szegény Mihály főhadnagynak lehet, hogy nem ez a legkönnyebb. De jól állt a sarat. Igen, tehát jól állt a sarat. Három tetetett hülyével direkt azért így fél komolyan beszélgetni, és direkt hülye kérdésekre. Én nem tetettem. Jó, tényleg. Jó, tényleg most a Feri nem tettem. Ez is igaz, te nem. Szóval, hogy fél komoly kérdésekre azért egészen komolyan tudott ő válaszolni. Egy rendszeres hallgatókról van szó, egyrészt másrészt ugye többször volt már itt bent a műsorban, de sokszor ennél jóval komolyabb hangvételt ütöttünk meg, szerintünk simán belefér egyszer-egyszer egy ilyen hangvétel is, miközben természetesen nem győzünk hangsúlyozni, hogy mennyire fontos az ő munkájuk. Hogy így van. M1-es... De szerintem csak a felesége cseszte le. Az is igaz. A másodosztály tűzszerész, igen, amiért bemártotta, de szerintem ezzel nincsen semmi gond. A feleségem és másodosztály tűzszerész rendszeresen elsőnek a kezébe dolg. Hát, de milyen jó tűzszerész. Nagyon ügyes egyébként. Te mindig kéred, hogy hatást tanácsa, de mindig felrobbantuk a végét. Mit csináljunk? Soha nem vagyok miatt a bánatos. Hát most mit csinálják? A ketyek-ketyek, nem? Hát az hatástalanítani kell. Hát, addig örüljön, amíg hatástalaníthatja. Hát ez... Érted, és azzal az űrmérettel bánni azért. Igen, lesz idő, mikor már csak ránéz, és azt mondja, ez a bomba halva született. Ezzel a bombával már nem kell mit csinálni, de addig kell ennek örülni. Trafi az M3-oson a 105-ös kilométernél Budapest irányában, a Molkútnál. Bazsi küldte nekünk, M1-es Bicska után Pest felé van egy baleset, torlódás van, ezt Kopasz úr is elküldte. Ez lehet, hogy ugyanaz, amit SMS-ben kaptam. A 32-es kilométernél egy kamion a középső szalagkorláton fekszik, mindkét oldalon torlódás van. Ez az M1-esen történt, igen. Köszönöm szépen. Mostanában bemondjátok a te számot is? Nem, az ismerőseim szoktak így hallgatnak bennünket, és akkor néha küldenek közlekedést. És akkor általában beolvasom, hogy ne érezzék ki dolgot pénznek. Legyen az egyik haverod az egy naphallgatója, nem? Fölhívjam most. Ő, Ádám, hello Ádám, küldtél. Hallod Ádám? Hallod? Jó fel. Mivel foglalkozol Ádám? Ki vagy? Igen, de nem, de jó. Hétvégre átjöttök? Nem mindegy, jó. Hova küldjük a csomagot? Hát várj, csak haza viszem, hogy megugrottok érte. Baleset az M1-esen 34-es kilométernél, de a hallgatók is elküldték, Henny is, mert hogy ez ugyanaz, igen, kamion felborult keresztben az elválasztó korláton, gyerekek. Azért az egy nagyon komoly baleset lehet, úgyhogy ha valaképpen most készül az M1-es felé menni, az figyeljen. Az M3-oson pedig trafiznak méghozzá 106-os kilométernél. Na, lezajlott az Oscar gála, most már vége a kísérő műsoroknak is. És kaptál? Vagy? Lezajlott, gyerekek. Lezajlott, ezt is behúztuk, nem? A sztorigálás ruhákat hasonlítgattam most itt össze az Oscaros ruhákkal. És lenyomtuk őket? Nem. Abban sem. Van még hova fejlődni. Igazán nagyon szép ruhák voltak. Nagyon szépek. Azért tudják, hogy minél egyszerűbb, annál szebb. Tehát itt ami volt, hát a sztorigálán, az valami elképesztő volt. Egyelőre Vicky volt partiba velük. Nem, volt egy-két szép ruha a sztorigálán, volt egy-kettő, de itt még mindig nekem azt gondolják. Nekem a Vicky nagyon tetszett. Tényleg. Igen? Kölcsön anyám. Mi? Igen, szeretnénk bele pipiskedni ott a tükörölt. Néha én is belebújok, nekem is jól áll egyébként. Egy medveckis esést azért produkálnék benne szívesen. De tényleg, mert az egy szép visszafogott fehér volt. Szerintem minél egyszerűbb egy ruha egyébként, annál szebb. Ez a nagy habos-babos, ilyen kicsit poros, kicsit ilyen színházi kellékeknek kinéző, ilyen poros ruhák. Húzza maga után, és húzod maga után, és az egész jön, van egy ilyen és nagyon... jön és még mindig az ő ruhája, és még mindig, és már oda csukták az ajtót. Nem olyan, mint egy ruha, hanem olyan, mint egy ilyen poros, régi, levedlet színházi kellék egyébként. Nincs benne semmi szép. Na most megnézegettem már rengeteg portál, hogy hozza az amerikai ruhákat. Nyilván nagyon komoly tervezők csinálják, de a legtöbb egyébként pontosan attól szép, hogy valami picit tök jó ötlet van benne, és mégis baromi egyszerű. És attól viszont szép. Hogy nincs rajtam eltartó például. Csak azt mondjuk, hogy bocsánat, az a sztorigálán is volt melltartó nélküli, azt mondom, a Görög Zita, ugye? Például ő úgy ment. Tényleg? Na. Tényleg. Úgyhogy akkor abban már pariban vagyunk. Melltartó nélkül volt a Görög Zita? Egy ilyen átlátszó anyag volt, és akkor azon ment a vitatkozás, hogy le van-e ragasztva a inkriminált rész, vagy így nem. Van. Hogy az egy bimbó tapasz, vagy pedig a bimbó udvar maga?
erről kivitatkozott. Az egyik bulvár. Például mi ketten a Jani. Szerintem tapaszt. Úgy szokták, az van ilyen bimbó tapaszt, igen, és akkor nem olyan, mint amit a maratonisták is használnak, hogy nehogy felsebesedjen a futás alatt. Igen. De konkrétan bele is nagyítottak. Ezen a bizonyos, ennek a bizonyos bulváronnak az oldalán, és ez volt a találgatásnak a tárgyai, vajon az eredeti, vagy pedig az eredetivel megtévesztésig összecsengő. De akkor meg, ha ugyanolyan, akkor minek ragasztod le? Hát ugye? A test színű a ragasztó, hogy az ott nem égtelenkedjen, csak úgy látszik, ugye, hogy a vékony póló van rajtad, akkor nem látszik a bimbó, csak azt látszik a szép mellett, de nincs az, amikor ugye látszik, hogy fázol, mint tudom én, vagy tudod, tehát kicsit így a kis antennák kerülnek. Én idén nem raktam fel. Azt láttam, kicsit hiányoltam. Mondjuk nekem szúrta is a szemem, tehát konkrétan, hogy ágaskodott a két kicsi bimbó, de nagyon, nagyon kemény volt. Na, egy érdekes cikk járta be az internetet, nem tudom, hallottatok-e arról az 5 éves kisfiúról, aki szerintem most megint egy olyan cikket behozni, amivel nektek, szkeptikusoknak és örök kétkedőknek talán végre sikerül áttörni valami olyat, hogy végre hinni kezdtek olyan dolgokban, amik egészen egyszerűen léteznek, csak nem volt nektek kézzelfogható bizonyíték. És én ezeket a cikkeket kutatom, előszeretettel hozom be, hogy kicsit mindig gyözködjelek benneteket, illetve na, meglehetősen szűk, ahogy szoktam volt mondani, kispolgári gondolkozásatokat, egy kicsit szélesebb, nem is tudom. Tehát a csökevényes agyunkra akarsz célozni most, amire előtt most kinyitod a kaput, és miénk a világ. Mindig én fogalmazok bonyolultan. Hát, ennyi. Igen. Hát most mit kell körbe hívni? Egy 5 éves amerikai fehér kisfiúról van szó. Olvastátok ezt a cikket? De most ez a megdönthetetlen bizonyíték a kezedben? Nem az UFO. Nem az UFO, tehát ez a megdönthetetlen bizonyíték. Most úgy fogunk a Janival fölállni, hogy igen, igazad volt. Ugye? Uh-huh. Valami hagyatékból hozzájutottál néhány év annyi elixír magazinhoz, és nem volt szíved kidobni? Vagy... Átolvastam 3 ezorovatot hétvégén, igen, aludt a gyerek, végre volt időm. Nem, kíváncsi vagyok arra, hogy ti, akik tényleg meglehetősen erősen dolgoztak azon, hogy a földön kívüli által hozott érveimet porrázúzzátok, vagy például a lélekvándorlással kapcsolatos érveimet egy karcsapással átvágjátok, mint Nagy Sándor a Gordiuszi csomót. Jaj, nem szoktál te ilyen tapintatos lélek. Mondd ezt csak nyugodtan, hogy mi, akik a törzsfejlődés sötét oldalát. Jó, ti, akik igen, elcsökevényesedtetek, igen, és nem haladtuk a korral. Na, lélekvándorlás. Ugye hát azért ez se. De áll, közeletek, a közeletek annyira, vagy hozzátok annyira közel. De nem ez, amiről most fogsz beszélni. De. Igyatok egy kávét. Egy 5 éves amerikai fehér kisfiú állítja a szüleinek, hogy előző életében ő egyébként egy chicagói nő volt, méghozzá egy színesbőrű chicagói nő, és a nevére is emlékszik. Most ez egy tök közhelyes sztori lenne, hogy ott van a kis John, és azt mondja, hogy én voltam, nem tudom, a kis, nem tudom, Winfrey, chicagói nő voltam. És mit mondasz arra, hogy erős a fantázia, rá legyintesz a saját gyereket, mondja, persze, chicagói nő voltál, ne beszélj hülyeségeket, edd meg a spenótot, és irány az óvoda. Ugye? De amikor rákezd egy jazz tenderre, és zongorával kíséri saját magát, egy trombitát. Nem, tudja bizonyítani a gyerek, és ebben a történetben az a megdöbbentő, 5 éves, Luke-nak hívják, és... Jó, Luke-nak hívják, hogy Luke? Hát Luke. Csak én vagyok az apád. Jaj, Luke, én vagyok az apád. Luke-nak hívják. Várom a bizonyítékot. Dárt, mint sötét vagy. Ő azt mondja egyébként, hogy emlékszik rá, hogy Pamela néven élt egy nagyvárosban, és meghalt egy tűzesetben. Várja, a nagyváros Chicago. Hát, az a baj, hogy tényleg... De várjuk a bizonyítékot. Csak kezd összeállni a kép. Mert azt mondtad, hogy ő tudja bizonyítani. A történet arról szól, hogy ő már 2 évesen egy Pam nevű nőről mesélt az anyukájának, hogy ő emlékszik egy Pam nevű nőre, és egyébként kicsit őt is így hívják, és az anyukájára a frász jött, hogy dehogy vagy te Pam, téged Luke-nak hívnak, és miért beszélsz te egy színes bőrű amerikai nőről? Én a Baywatch óta emlékszem egy Pam nevű nőre, szintén, az is elég régen volt már, és nem tudom kiverni a fejemből. Eddig illetve próbálta. Pontosabban dolgoztál rajta, csak ugye... Így van, de csak igen. Átmeneti eredményeket sikerült elérni. Az anya megkérdezte, hogy ki az a Pam. Ugye, hogy miért beszélsz Pamről? Hát sok gyerek lát, mint a Manót az ágy szélén, meg Nagyit, meg idős embert. Szóval azért a gyerekek sok mindent látnak. Szerintem sokkal több mindent, mint amit mi egyébként fel tudunk fogni. Én általában, én így szoktam elúrni. A jobb oldalomból ott van Nagyi, a bal oldalomból meg egy Manó. És azért nagyon bízom benne, hogy a végeredmény Pam lesz. Nekem a Benny 3 évig látott egy kislányt a szobában. A frász kijött rá, a frász jött, még éjjel 3-kor bementem, azért mondom, hogy itt van a kislány. És mondom, hol, és ott ül a szekrényen. Azt összepisélem magam. Na mindegy, nem is erről akarok beszélni. Leveted a plüsmackót, és tovább. A frász kitör egy jeges borzongással. Az a vitték hajdújék.
Hát tényleg. Megkérdezte az anya, hogy ki ez a Pam, mire a gyerek a legnagyobb természetességgel közölt állítólag, hogy ő maga. És mármint az anyja? Nem, ő saját magára fiú, mondta, hogy a ő fiú maga. Egy lány. Ja, hogy én. Meghalt, találkozott. Találkozott Istennel, meghalt, és most Luke nevű kisfiúként született újjá. És számos chicagói élményt mesél a gyerek, amivel egyébként már amerikai médiumok is foglalkoznak, leforgatták a történetet. Tehát egy hitelesen van dokumentálva a dolog, de van egy másik sztori, majd erről is akarok beszélni. És elmesélte, hogy hogy élt, amikor ő még lány volt, és hosszú fekete haja volt. Mondom, a gyerek 5 éves. Egyébként megdöbbentő a történet, honnan tudja. És az anyja elkezdett nyomozni az ügyben. És itt jönnek a kézzelfogható... Kivitel a gyereket egy szimpátia tüntetésre. Elkezdett nyomozni az ügyben. Alkamilyen tárgyaltak rózsaszín ruhás férfi. És kiderült, hogy van egy Pamela Robinson nevű nő is, meghalt abban a tűzesetben, ami a Paxton Hotelben ütött ki 1993-ban. Chicagóban. A nő azt mondta, hogy hagyd nézze meg ennek a nőnek a fényképét. És elvitték egy tévéműsorba a gyereket, tehát mondom, bemutatták az egyik amerikai sajtóorgánumban, ahol nem tudta a gyerek, hogy hogy néz ki a nő. De az anya addigra berakta a fotók közé annak a nőnek a képét, aki meghalt a tűzesetben. És leraktak 5 darab fényképet a gyerek elé a tévéműsorban, ami egyébként azért tényleg megdöbbentő. És azt mondták, hogy ha te ismered Pamet, és te tudod képjön, akkor választ ki. Aha. És a gyerek megnézte, azt nem, és a harmadik képnél rámutatott. Amikor az anyuka belecsípett. Nem, az anyuka. Akkor már kétszer rúgta a műsorvezető bokán az asztal alatt. És rámutatott, hogy ő tűnik ismerősnek. És kiválasztotta és azt ő a nőt, és, volt. És ő halt meg a tűzesetben. Így van. Igen. És elmondják, hogy a csatorna nem fizetett egyébként a gyereknek, nem egy promóció mocskos volt, nem szemetek. Arról van szó, hogy hírnévre se vágynak, köszönjük szépen, semmit nem akarnak ebből profitálni, nem írnak könyvet. Tehát anyuka elmondta, ő csak azt mondta, hogy szerette volna. De ennek anyuka nem örült. Anyuka nagyon elkeseredett, igen, mikor nem ajánlottak fel filmjogokat. Nem, anyuka elmondta, hogy nem köszönjük, ők visszavonulnak, egyszerűen csak szerették volna ezt megmutatni a nyilvánosságnak. Azért ez ilyen megdöbbentő történet, nem? Hát nagyon. De ez tényleg rajta. Az a megdönthetetlen te bizonyíték, amiről rajta. Beszélt, ugye, a Balázs? Hát most tényleg hogy kiválasztotta már mi? A kis Luk, Pam. Nagyon sok ilyen történetet ismerek egyébként, nagyon sok ilyen történetről hallani. Hiszen mondta Jani, hogy az ezoterikus magazinból több példát is megtaláltál a padláson. Nem, van egy olyan könyv, ti nagyon félműveltek, hogy... Hogy? Hogy mondom, keressetek rá, Benedek Elek, a nagy mesek. Nem. Az a cím, hogy a gyermek, aki korábban élt. Ez egy nagyon szép könyv, nyilván nem fogjátok elolvasni. Egy 3 éves drúz kisfiúról szól, aki a Golán fennsíkon lakik. Aha. Közel valahol a szíriai és az izraeli határoz. És a drúzok nagyon hisznek a lélekvándorlásban, és azt mondják, hogy tehát náluk ez egy elfogadott dolog. És ott a 3 éves gyerek megszületett egy piros anyajeggyel a fején, és a drúzok azt mondják, hogy az anyajegy arról árulkodik, hogy milyen sérülés szedtél össze te az előző életedben, az életed végén, a halálodnál. Hova nyúlkáltál a kis bal kezeddel? Szörnyű helyeken jártam a bal kezemmel egyébként. És ez a drúz kisfiú is emlékezett arra, hogy őt megölték egyébként méghozzá úgy, hogy baltával fejbe vágták. Oh. Mindenben ilyen halálos sztori van? Ez igen. Az új... Ja, hát nyilván hiszem újra születni, csak úgy tudsz. Hát, igen, de hogy összeáll a sztori? Lassan a végére. A fiú elmondta a települést, ahol élt, és elmondta, hogy hol halt meg. 3 évesen. És van a drúzoknál egy úgynevezett vének tanácsa, akik azt mondják, hogy jó, akkor vigyük el ezt a kisfiút ebbe a kis falucskába, és mert hogy ott az ő etnikai csoportjához tartozó vallási vezetők is kézténként kezelik a lélekvándorlást. És válasszon ki 5 balta közül egyet. De várjál, elmondta, hogy hol van a gyilkos fegyver, és elmondta, hogy amögött a ház mögött ölték meg. Oda mentek, elkezdtek ásni, és megtalálták annak a férfinak egyébként a testét, aki 4 évvel korábban tűnt el. És azt mondta a fiú, hogy jó, rendben van, akkor most megmutatom nektek, hogy hol van a fegyver. És elvitte őket, mit tudom én, ahol a gyilkos egyébként meg elásta a fegyvert, és megtalálták a baltát. És azt mondta a kisrác, hogy itt ássatok. Uh-huh. És írtak róla egy könyvet, egy amerikai szakértő is részt vett ezen az esemény sorozaton. Dr. Lesnek hívják egyébként, aki az egész folyamat során jelen volt, és ő ebből írta utána egy könyvet, más eseteket is részletezett, és elmondta a kisfiú, hogy hol van a fegyver. Na akkor ezt hogy? Gyerekek? Ha pedig itt ástok, valószínűleg találtuk egy vezetéket, csak a csapból gondolom, hogy... Igen. A fiú elmondta a gyilkosának a nevét.
És elkapták? És elkapták, aki először tagadott, majd amikor meglett egy gyilkos fegyver, akkor ugye rá tudták bizonyítani. Elvitte a véneket a holtesthez, és elvitte a fegyverhez, és elmondta a fejsérülést, ahol ugye meg tudta mutatni a saját anyajegyét, most ebben vagy hiszünk, vagy nem, hogyha anyajegy van, úgyhogy ez nyilván ezoterikus magyarázat. És megtalálták magát a fegyvert. Te neked Szent László levágta az egyik kezedet? Én loptam. Lopásért, valószínűleg. Most komolyan, mert akkor akkora anyajegyed van. Na, de akkor ezt hogy? Kiírta a könyvet? Kiírta a könyvet? Stephen King? Nem, van a gyermek, aki korábban élt. Ez a könyv címe egyébként. Angol nyelvi jelenleg. Hogy... na akkor ezt hogy, tessék? Tehát, hogy ér egy 3 éves kisfiú, aki elmondja, hogy itt öltem meg, ássatok, vagy egy 5 éves kisfiú, aki azt, hogy Chicagóban meghaltam. Akkor valami köze azért kell, hogy legyen, nem? Aha. Hát igen. Azért érdekes történetek ezek. Ők is járatják az elixírt. Szóval nyilván nem azt mondom, hogy ez egy bizonyíték. Nyilván most itt ülne a vágó, akkor hatféleképpen tudná ezt azonnal megcáfolni. Nem, már ő már az ment volna. Már felénél feláll, és hazamegy. De hogy van az, hogy itt van ez a drúz kisfiú, aki egyébként emlékszik a gyilkosának a teljes nevére, megmutatja a testet, megmutatja egy fegyvert, és hát nem tudom, hogy van, de hogy nyomorúságos egy élet lehet szegénynek tényleg itt 3 évesen hullákat ás ki, megízi gyilkos fegyvereket. És kezded, hogy te gyereked egyszer csak elkezdi mondogatni. Most már nem, mert nagyok, de mondjuk 3-4 évesen, amikor ugye még nagyon nyitottak, aztán szépen azért ezek a érzékszervek tulajdonképpen bezáródnak, de hogy mondjuk 3 évesen gyerekem, hogy emlékszem, és elkezdett kinyomozni, és mondjuk tényleg bebizonyosodik, hát, hogy valahol egy Miskolc melletti idősek otthonában halt ő meg, mint 1974-ben, és emlékszik rá, hogy hideg királysz, azért megdöbbent. 74-ben meghalt, és most született. Mit csinált addig? Addig hol volt? Hát az most egy... Vagy van még egy kör benne? Nincs. Ja, mondjuk, hogy a Feri helyében lennék, akkor jobban örülnék neki, ha a Soma egy drúz kisfiú lett volna előző életében, és nem pedig egy chicagói nő. Szóval, hogy érdekes a dolog. Na? Elcsendesedtetek, nagy szájúak. Visszavonulat fújtatok, most nyalogatjátok a sebeiteket. Az a fura, kicsit elgondolkodtatok. Hogy persze lehet, hogy így effektíve sok ilyen sztori van, de hogyha meg az emberiség teljes számát nézzük, akkor viszonylag kevés, nem? Tehát, hogy fura, hogy lakunk itt pár milliárdon ezen a bolygón. Hogy miért nem emlékszel az előző életedre, igen, az a kérdés. Ehhez képest meg viszonylag kevés embernek neked, vannak ilyen emlékei. Én nem mondom neked, hogy szerintem miért nem. Ugye nagyon sokan kérdezik, hogy miért nem emlékszik mindenki az előző életedre, vagy miért nem emlékszel egy csomó életedre. Hogy szerintem ennek pont ez a lényege. Mert az még szállalmasabb volt. És egyrészt annyira... én emlékszem a tiédre, ne akartam. Annyira nyomorult vagy, hogy jobb, ha nem is tudom. Tehát egyrészt felejtsd el. Kettő, ugye, hogyha te mondjuk élsz 60 évet, 70-et, 50-et, teljesen mindegy, akkor a világlátásod, a meggyőződésed, a tudatállapotod, a világhoz való kapcsolatod, az valamilyen álláspontot kialakít. Na most, ha te azt az álláspontot vinnéd tovább, és életről életre ugyanazzal a meggyőződéssel, tudatállapottal, állásponttal, hozzáállással élnél, akkor tulajdonképpen 10 életút alatt se változna nagyon semmi. Tehát a felejtés nem szól másról, szerintem, mint egy újabb lehetőség, hogy más tudatállapotot, más meggyőződést, más valóságot alakíts ki a jelenhez, amiben élsz. Hiszen te már gondolsz valamit a földön kívülekről, az életről, a szeretetről, a családtagokról. 10 életen keresztül ugyanazt gondolni, ugyanazt gondolni. Hát de nem voltam gondolod ugyanazt, onnan tudsz továbbfejlődni, hogy megvan az előző életben megszerzett tudás. Most újra kell tanuljam, érted? Tehát nem tudod, hogy mit hibáztál igen, el. Igen, nem tudod, hogy mit szúrtál el. De az egyszerűsített iskola lenne szerintem, az egy egyszerűbb, az egy így a nagyobb kihívás, nem? Hát nem tudom, de akkor ez kegyetlenség. Hogy nem megint... tudod, hogy mit kéne változtatni. Igen, megint visszadobnak, és akkor megint kezded előről, hogy... Addig dobnak vissza, persze. Ebben ez a szexi. Hello, Júli, jó reggel! Hello! Azt mondják, hogy a nagyon megmagyarázhatatlan félelmek és rettegések, tehát hogyha te például pókfóbiás vagy, kígyófóbiás vagy valami olyan rettegésed, amit nem tudsz megmagyarázni, sohasem volt alapja, sosem találkoztál kígyóval, de mégis minden porcikád reszkett tőle. Akkor, na, hogy az ezek... azt mondta, hogy kígyó költek meg, nem, de hogy az valami előző életbeli traumának a nyoma. Én az UFO-s témáktól izzadok fel. Elvittek az UFO-k. De meglátsz, hogy egy Edda óriás plakát koncertet és leizzadt. Annyira tartasz a földön kívüliektől. Azt tudjátok, hogy van egy úgynevezett reinkarnációs hipnózis, aminek az a lényege, hogy előző életekben már ha volt, próbálnak téged visszautasztatni. És én egyszer részt vettem egy ilyenen. Mondtad, hogy mégis csak egyszer élünk, hajra, nem? Irány egy ilyen tanfolyam, igen. És? Így van, és hát ezt egy hipnotizőr
csinálta, elmentem hozzá, lefektetett. Tudtam, hogy ebben a pillanatban fog beborulni a sztori. Hagyjuk a magánéletedet. Mi történt a tanfolyamon? Nem, ez nem egy tanfolyam volt, ez egy egyszeri alkalom volt. Mondtam, hogy tegyünk egy próbát, mondta, hogy oké, próbáljuk meg. Valamit a kezedbe adott. Megkérte a titkelőt, hogy menjen el. Tehát mély hipnózisba kerültem, és akkor azt mondta, hogy akkor ezen a ponton menjünk visszafelé. Nem emlékszem már pontosan, hogy mit mondott, vagy mi volt az utasítás, hanem hogy menj a születésed előtti időszakra. Próbáld meg felidézni azokat az emlékeket, pillanatokat, mit látsz. És én azt láttam, hogy egy nagy szobában ülök, hatalmas nagy ablakai voltak ennek a szobának, nagy sötét függönyök voltak rajta, dús ruhám volt. Nem tudtam pontosan belőni az időszakot, de valahol a barokk korban lehetett. Mondta, hogy keressek egy tükröt, nézzem meg, hogy nézek ki. És találtam egy tükröt, és egy ilyen végtelenül nagy, csöcsös, kövér nő nézett vissza a tükörből, nagy hajjal, nagy dús keblekkel, és akkor mondta, hogy akkor menjek tovább, keressek embereket, hogy kik vannak ott a közelemben. És mentem egyik teremről a másikra, de sehol nem találtam senkit, és akkor mondta, hogy menjek ki, mert akkor biztos kint lesz valaki, és kint sem találtam senkit. És azért nem tudom pontosan, hogy ez most egy előző életbe való visszalépés volt, vagy csak egy vágy kivetülése, mert én ez akkoriban volt. Jó, most a következő faluig, nem találtam senkit. Jó, akkor menjen még tovább. Ez akkoriban volt, amikor melleket akartál csinálni. Nem, ez akkoriban volt, amikor a gyerekeimmel rengeteget voltam együtt, gyakorlatilag semmi szabadidőm nem volt, és az az egyedül lét, amit én ott éreztem, az valami hihetetlen jó érzés volt, és én nagyon feloldottam ebben az állapotban. És akkor ezt gördítettük tovább, illetve erről beszélgettünk, hogy miért érzem én jól magam egyedül, és miért nem akarok emberek közé menni. Ott ezt a fonalat elengedtük. Meséltél a gyerekeidről, és megértette. Tehát az a bajom, hogy nekem volt egy ilyen élményem, a franc tudja, hogy ez mi volt, hogy ez most egy előző élet volt, csak egy vágy kivetülése, viszont én még soha nem találkoztam olyan emberrel, aki részt vett ilyesmin, aki azt mondta volna, hogy én egy büdös koldus voltam, aki kéregetett az utca sarkán. Mindenki, de nem tudom, milyen fáraó testében született újjá, meg királykisasszony volt, meg igen, tehát hogy azért nem hiszem, hogy ez vagy valami óriási szerencsém volt, akkor előző életemben valami de mit csinálod az előző életében, Balázs, hogy ekkora szerencsém? Gyerekek, mindenki azt kapja, amit kisugároz magából, csak az jön vissza, amit magadnak kívánnál, úgyhogy hát ez érdekes, hogy honnan jöttek a képek, tehát a tudatodból, a tudatalattidból, debetítetted ezt ki, ez valódi előző életbeli képek, tehát azért ezt így nehéz erre. Én arra lenne kíváncsi, hogyha két szkeptikust elküldenénk. Ja, erre, hát én túl sokat gúnyoltam Dávidot, valószínűleg ez lehet, és ezért születtem ebben a testben. Jani, és megérkezett, igen, mit lát csöcsök? Nézzem végig magán, mit lát csöcsök? És nekem az a büntetésem, hogy most már csak fele annyit gondolok a csöcsökre, mint az előző életemben. Igen. Neked? De mennyit gondolok? Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. Fele annyit gondolok a csöcsökre, mint az előző életemben. Igen. Neked? De mennyit gondolhattam akkor? Szóval ez nehéz kérdés. Igen, de a gyerekek a legérdekesebbek, mert hogy ott a felnőtt már egy csomó mindent beletesz. Tehát az elmúlt 30 évet, meg a tapasztalatait, meg egy csomó képet, egy 3 vagy egy 5 éves gyerek, ugye ők még azért nagyon tiszták. Egyrészt, hogy kitaláljanak ilyen történeteket, ugyanakkor nyilván a fantázia világuk viszont sokkal nagyobb az embernek. Amikor egy-egy ilyen történetet így felgöngyölítenek, és ezt így megfejtik, mint a 3 éves Drews kisfiú, vagy az 5 éves srác Luke, azért az a megdöbbentő, nem? Hogy a fenében van az? Vagy ott mi a magyarázat? Az itt áshatok, és ott a test, és itt a gyilkos fegyver. Ide rejtette el. Hogy történik ez? Hát, szerencse mindig segít. Hát igen. Vagy a chicagói nő, hogy kiválasztja a képet. De ugyanígy van például az inkarnálódó lámáknál is. Jó, ezeket a Drewsoknál minden ház mögött el van ásva valaki. Egyébként igen. Gyerekek, az is igaz, de az inkarnálódó lámák is megmondják. Tehát, hogy a Dalai Láma nem egyszer, hogy milyen testben, melyik családnál, milyen faluban kell keresni. És akkor vannak olyan karmapák például, akit úgy választanak ki, hogy mondjuk elmondja, hogy ő hol inkarnálódik, megtalálják, de mondjuk van a 14. és a 15. között eltelik mondjuk 3 év, 5 év, és leteszik neki mondjuk a az előző karmapának a tárgyait. De letesznek mellé más tárgyakat is. És ül a 3 éves gyerek, csak az előző karmapáit közelebb teszik hozzá, ugye elég. Nem, semmi nincs, mert ugye a tibeti régenség segítenek mondjuk megtalálni a Dalai Lámát, vagy a Pancsen Láma, a Dalai Láma, ők például egymást. Próbálják meg ugyanezt megcsinálni mondjuk a perui lámákkal.
Semmit kéne lesúnyák a fülüket, és nagyon nagyot köpnek. És például, és mostanában és a karmapát úgy találták meg a 17-et, elmondta, hogy a 16-dik, hogy hol fog újjá születni. És akkor elmondta, hogy ilyen helyen. Most igaz, hogy a kínaiaknak is van egy karmapájuk, meg ugye a karmakagyú van, annak mindig két karmapa van. De az igazi karmap elé letették a tárgyakat, ez nagyon sok tibeti szerzetesnél csinálják, vagy lámánál, akik ugye tudatosan születnek újjá. De leraknak mást, és a 3 éves karmapa azt mondta, hogy akkor ez az enyém, meg ez az enyém. És akkor azt mondták a régensek, hogy hát jó. Ez az arca valóban. Még alig született újjá, és már minden az övé. Milyen jó választott, és fölismerte ugye mondjuk a karmapa Olét, és azt mondta, hogy kicsit más lett a hajad, megismerte a tanítóit, és kiválasztotta a személyes tárgyat. Meg mondjuk picit többet beszélt Dánul. Hát ezért az is megdöbbentő, nem? És meg időpontot is mond? Időpontot is mond, nyilván igen, tehát egy nagyon, nagyon titkos szertartás, de ezeket elmondja mondjuk a 12. a 13-nak, vagy a Dalai Láma a 14-15-nek, hogy én itt és itt fogok körülbelül ekkor újjá születni. És megtalálják. Sok várnak, míg meg nem születik és valaki a faluba. És megtalálják. Igen, és megtalálják. Szóval azért ezek megdöbbentő dolgok. Ez egy nagyon érdekes dolog. Nagyon érdekes. Egyébként most beszéltem nagyon sok hallgatóval, akinek ilyen élménye volt. Például Feri mesélt egy kamionsofőr nagyon érdekeset az előző életéről, hogy mindig vonzódott Németországhoz. De ezt nem tudja, hogy miért. Mert csak. És annyira pillanatok alatt például megtanult németül, hogy az döbbenet, kiment Németországba, és haladt el egy kastély előtt, és ott neki meg kellett állni, vagy egy ilyen vár előtt, és azt érezte, hogy ő otthon van. És konkrétan bejöttek olyan képek az agyába, ami azt igazolta, hogy ő járt már itt. De hát nem. De a mostani tulaj nem annyira örült. Nem, de... Még este kivezettették. Érdekes. Ez az én lakásom. Persze, ezek baromi érdekes. És tényleg az is, hogy pillanatok alatt megtanult németül. Tehát, hogy ő azt mondta, hogy ő akar tanulni. Vagy például van egy olyan, hogy egy kisgyerek elkezdett sírni, és olyan érzése volt, hogy a szomszédnénivel van valami, mindig hozott át neki sütit, és átmentek a család, és tényleg ott volt, rosszul volt a szomszédnéni, és ő csak mondta a néninek a nevét, hogy hívják, csak ismételgette a keresztnevét. Aha, és akkor átmentek hozzá, de nem, ez milyen megérzés egy gyerektől, érted, egy 3 éves gyerektől, és hogy jó, átmegyünk, hogy de hát ma nem hoz sütit, de menjünk át, nézzük meg, tehát ez volt a kisgyerekbe szinte, átmentek, és rosszul volt, és mentőt kellett hívni. Tehát, hogy azért érted, ez is olyan furcsa, hogy egy 3 éves gyereknél. Hm? És lett süti? Hát biztos, mint aki jött a kórházból. Szegény, de megérezte, hogy ott baj van. Na, mit szóltok? Igen. Na, lehet, hogy lángolt a tető. Tehát, hogy... Érdekes történetek ezek. Na mindegy, a kis lúk. Ugye? Ügyes gyerek. Kis lúk, hogy tudtam. Nem győzted meg őket, én azt látom a szemükön. De legalább visszavonultak. Hát legalább. Elcsendesedtek. 3-4-10 lesz, pontosan 6 perc múlva jövünk mindjárt, egy rövid szünet után a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 3-4-10 lesz, pontosan 4 perc múlva. Jó reggelt kívánok, akinek valaki azt írja, én félek a csigáktól. Most ezt hát nyilván nem tudjuk megfejteni, tehát ez így azért nehéz, igen. Anikó írja, már az előző életemben segítem a lélekvándorlásban. Köszönjük szépen. Mit rögsz? A dalai között szerepel a láma szeme sötét. Igen, jönnek érdekes események. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Arni előadásáról beszéltünk, ugye tegnap Budapesten volt Arnold Schwarzenegger, és kértük hallgatóinkat, hogy mondják el, mi volt Arni 6 pontja, mert hogy tudtuk, hogy van neki 6 pontja, de állítólag most a tegnapi előadáson nem ezt mondta el, illetve kicsit bővített rajta, kicsit változtatott rajta, és kíváncsiak voltunk, hogy valójában tényleg egy ilyen önmaga által megcsinált amerikai hollywoodi üzletember, akciósztár, volt politikus, milyen 6 pontot talál fontosnak az ő életében, amivel ugye az ember sikeres lehet. Elmondtuk, hogy ezek nyilván első hallásra talán kicsit közhelyszerű pontokból áll össze, hogy közhelyszerűnek tűnnek, mégis azonban az ember ezek mellett kitart, akkor azért az különböző sikerekre adhat okot. Telefonált Gábor, aki ott volt tegnap az előadásom. És ma már gazdag emberként ébredt, hiszem. Ugye velünk beszélhetett. Hinni kell, és nem szabad, hogy eltántorítsanak benneteket a szkeptikusok. Tehát mit tudom, például, aki mondhatnám az UFO témát, vagy a reinkarnációt.
vagy ha mondjuk Balázs szemszegében nézzük ezt a dolgot. Engem nem fogtok eltántorítani. Szóval Gáborral beszélgettünk Arnold Schwarzenegger hat pontjáról, és vendégünk volt Vörös Mihály főhadnagy is, akivel inkább humorizáltunk, mint komolyan beszélgettünk a tűzszerészetről. Ő ugye hozott nekünk néhány bombát, mi pedig eljátszottuk, hogy hát mi lenne, ha ezt mi megtalálnánk valamikor a Batthyány tér környékén, ketten Janival járőrözés közben, és betelefonálnánk a központba, megpróbálva leírva, hogy hogy néz ki ez a bomba. Megpróbál leírni, hogy milyen a bomba. Ugye? Telefonos segítséget kérni. Abban a pillanatban, hogy felmerül valamelyikünk neve, akár Balázs, akár az enyém, rögtön evakuálják az egész területet. Ez a legjobb, amit tehetnek. Igen, valószínűleg kiderült, hogy mi felrobbantunk volna. De pillanatokon belül. Na, ezekről beszélgetünk ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, szevasztok. Hát de jó újra együtt látni a csapatot. Ugye, ugye? Jól igen. Vagy, Jani? Na, vagy titeket is, vagy téged is. Bármerre jártam a hétvégén, mindenhol azt mondták, hogy egyedül a Feri az, mert ugye a Balázsnak is volt egy napja múlt héten, aki rendesen étkezik, és ezért aztán nem betegszik meg, és mondtam, hogy ez nem az étkezésről szól, mert te is nagyon egészségesen étkezel, hanem az, hogy te nagyon-nagyon sok fertőtlenítő jellegű gyümölcsös italt fogyasztasz. Én is olvasgattam a Facebookon természetesen a jó kívánságok mellett aztán néhány hozzászólást is, akik hát ilyenkor igazolva érzik azt, hogy miért az is rossz, hogyha valaki vegetáriánus. Tehát, hogy az ezt megelőző néhány éves periódus, az nem számít, de amikor nem beteg, voltam, mióta ismerlek. Amíg nem voltam beteg egyáltalán, de most, hogy beteg hát lettem, na, tessék! Na, most de most! Látod, sokáig lapongott, Ennyit az egészséges életmódra. Hát igen, olvastam én is, hogy azért, mert vega vagy, mert így tudom. Egyébként csak mondom, hogy én sem voltam beteg, csak a családot ápoltam azon az egy napon. De olyan is beteg, vagy csak jó a kamud? Igen, olyan vitamin koktélom van, fél betérdez tőle. De nem árulod el. Nem áll. Egy nap náta volt, azt is kikezeltem. Hát Ferinek is ezek szerint jól működik. Sok igen, pánika. Más is. De. Hát, én meg ilyen vagyok. Én 13 éve, most lassan 14 éve, amit a vegetáris vagyok, beteg vagyok, csak tartottam magam. Most. Eddig jól tiszkoltad, igen. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Az anyja, úristen, gyerekek, ők tényleg napi kétszer csinálják. Kik? Igen. Szólnak egymáshoz. Most olvasom. Egyszer előre, egyszer hátul. Már a ház részre kell. Ja, ja, ja. Gyerekek, ez a rovat... Nem, ez nagyon jó kis rovat, izgalmas, hogy felveszél. Tovább nem, azt mondom csak, hogy ebbe az évben továbbra sem működik. Ja. Hát, vagy a telefon. Vagy nem csöngünk ki. Igen. Jól van, oké, Csabikám, milyen zenéket hoztál? Van a Maroon 5, gondolom minden szeretetek, ismeritek, és az énekesnek van egy felesége, egy gyönyörű szép modell, úgy hívják, hogy Beati Prince Lou. Na, olyan nőtök nem volt, és nem is lesz a büdös életben. Most képzeld. És a dal, amiről szeretnék beszélni. Csak hogy működik a bulvár pletyka, ő egy modell, és hát eddig bármilyen munkája volt, mindig borozgatott, és most rajta kapták, hogy vizet fogyasztott, miközben micsoda szörnyűség ez. És hát egyből összehozták az Adam Levinnek, az énekesnek egy nyilatkozatával, amikor megkérdezték tőle, hogy szeretnének-e családot. Mondta, megvárják a 2015-öt, és ezt most előkaparták, és azt mondták, hogy hoppá, vizet iszik akkor most biztos eljött a gyermekáldás ideje. Hogy mennyi igaz ebből, ezt nem tudjuk, minden esetre a Maroon 5-nak a klasslágrét, a Sugar-t, azt hozom nektek. Csak gondoltam, egy kicsit jó, kicsit nagyon kapaszkodót vártam a dal felé a sztoriból, de jó. Semmi, jó, csak egy kis tupír. Orvaszájba, ezt hallgatjuk otthon marhárőről. Egyébként tényleg, a virág rákottant azért nem lemére. Megértem. Mondjuk jó, Pasi, a hangja az kicsit ilyen feminin, de hát ha valaki ezt tetszik, akkor hallgassa, persze. Meghallgatjuk. Jól van, Csabi, jön a kívánság műsorral, 555-55-00. Jó, ez a telefonszáma. Ha valaki szeretne dalt kérni, tegye meg. Gyorsan egy közlekedés, még így a végére Vas megye, Pósván drága fényképek készülnek. Ezt Anasztázia küldte nekünk. Köszönjük szépen, holnap 6-kor jövünk. Szevasztok! Sziasztok! Ciao. Ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.